köszöntünk mindenkit. Ti gondoltatok már arra, hogy milyen végtelenül hatalmas a világegyetem, és milyen kicsik vagyunk benne mi, emberek? A világ azonban sokkal, de sokkal kisebb alkotóelemekből tevődik össze, mint azt az első pillantásra látni véljük. Olyan részecskékből, melyek az atomokat alkotó protonoknál és elektronoknál is kisebbek. Egyes számítások szerint a számunkra észlelhető világegyetemet 3,28 századszor 10 a 80-on kvark alkotja, ami viszont még mindig csak azt jelenti, hogy köbméterenként egy részecske sűrűségű az univerzumunk. De mi értelme van néneket számolgatni? Mi végre ütköztetnek a kutatók részecskéket a Rigben és a Sörnben? Tényleg létre tudunk hozni mesterséges fekete lyukokat, amik egyik pillanatról a másikra felzabálhatják a bolygónkat? A kínaiak valóban képesek magfúziót üzemeltetni? Egyébként pedig a lélek definiálható az atomfizika rendszere szerint? a fentiekről és még sok minden másról beszélgettünk Csanád Máté fizikussal, az ELTE oktatójával és számos világhírű kutatóintézet munkatársával. Jó szórakozást és stabil magszerkezetet kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Az ősrobbanás utáni első ezred másodperc anyagát a Quark Gluon plazmát tanulmányozza a New Yorki relativisztikus nehézion ütköztető, barátságosabb nevén a RIC. Ez egy olyasféle berendezés, mint amilyen a nagy hadron ütköztető Európában, erről már biztos sokan hallottatok. Mindkét eszköz ősrobbanás különböző időpontjait próbálja szimulálni, és a tengeren túli munkában egy magyar kutatócsoport is részt vett az online adatfelbevő fel, társaságot. Mondhatom is ment Is, igen. Ö, vezeti. Csanád Máté. Há, az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az ELTE Atomfizikai Tanszékének docensét itt a körünkben köszönhetjük. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönjük szépen. Ö, akkor légy vagy először elmondani, hogy pontosan te ott mit csinálsz, és hát utána pedig azt szeretném tőled kérdezni, hogy... Mi is az univerzum? Mi az egész, amiben mi itt élünk? Hát ez, igen, ez egy pár milliárd év alatt biztos ki tudom majd fejteni, de... <laughs> Időnk van. Igen. Uh, tehát azt kérdezted, hogy mit csinálunk mi igen. itt a kísérletekben. Ugye ezt uh, úgy kell elképzelni, hogy van maga ez a gyorsító, néhány kilométeres gyűrű, és akkor ott zajlanak az ütközések, de nem folyamatosan, hanem vannak ilyen adatfelvételi periódusok mondjuk úgy hívjuk ránok és akkor egy pár hónapig megy az adatfelvétel akkor lehűtik és például Amerikában nyáron nem üzemel mert ez a felszínen van nagyjából. Tehát nem úgy mint Európában nem, van a föld Igen, adhány. Azt szoktam mondani hogy a, mert Amerikában sok a hely ott nem laknak annyian nagy a sűrűség ezért elfér itt viszont mindenhol lakik valaki ezért muszáj volt leásni a föld alá de ennél azért biztos összetettebb a kérdés. Mindenesetre ott a föld felszínén, azért ott, ott, nyáron nem megy, mert akkor drága lehűteni. Uh -huh. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy egy pár hónapot megy egy évben, akkor az egy rán, és akkor, akkor ekkor mindenkinek ki kell utazni, aki részt vesz a... Én, ki én Hát nem az egész időtartamra, valamennyit, tehát hogy a, az adatfelvételt, vagy hát a kísérleti berendezéseket, azokat a fizikusok üzemeltetik. Mert hogy... Az alternatívája az lehetne, hogy hogy valamiféle megbízott személyzet, vagy mérnökök, vagy nem tudom kik üzemeltetik, de az az sokokból nem annyira kézenfekvő, vagy nem annyira működik jól. ugye ezért a fizikusok, akik amúgy nem ezért vesznek benne részt, hogy üzemeltessék, de nekik a feladatuk, és akkor van ilyen kvóta, hogy mint tudom, mindenkinek, aki szerző akar lenni a cikkeken, annak, annak 1,4 ilyen shiftet kell teljesíteni, egy shift az egy műszak, ami mondjuk egy hét, és akkor mm -hmm akkor mondjuk a mi ötfős csoportunk, az kilenc hetet kell, hogy ott teljesítsem. Azt hittem, hogy küldik az adatokat, és itt az hát, eltét e, dolgozva meg. ez is van, nem, nem, tehát ez van, persze, persze, tehát csak ki kell menni ott üzemeltetni, hogy, hogy mondjuk, ami olyan, mint egy, mint egy irányító terem egy bármelyik filmből, hogy ott sok monitor meg villódzik, és akkor ha pirosan villog a valami, akkor tudni kell, hogy kit kell fölhívni, <laughs> hogy javítsa meg, mert mi persze nem tudunk semmit sem megjavítani, de igen. <laughs> és, ez egyik dolog, amit csinálunk, és most a koronavírus járvány alatt, meg egyéb zűrök alatt volt um, online adatfelvétel is, ami azt jelenti, hogy távolról irányítottuk, és uh -huh. akkor ebbe is bekapcsoltunk. De a másik, vagy hát ami a fő tevékenységünk az adatok elemzése, az meg később van. Tehát amikor megtörtént az adatfelvétel egy adott évben, akkor utána dolgozunk rajta. És akkor az, az, a, az amit az év további heteiben csinálunk. Egy ilyen uh, kísérletből milyen következtetéseket mondtak Efektíve Effektíve mi, mi, a, mi, a kutatás célja? Hát a kutatás célja az um, sokrétű, de mondjuk az, a, talán a legfontosabb célja az az erős kölcsönhatásnak nevezett kölcsönhatás megismerése. És akkor erre ilyen hasonlatot szoktunk, vagy sokféle hasonlatot szoktunk mondani, hogy um, az igaz az az, hogy, hogy, hogy um, az erős kölcsönhatás irányítja az atommagokat, meg minden atommaggal kapcsolatos folyamatot, a mag hasadást, meg a magfúziót is, tehát a nap működését, meg csomó mindent. És akkor az a sajátossága, hogy ez az erősen kölcsönható anyag, mondjuk az atommagok anyaga, az, az, ilyen formában van jelen, akárhol, ha itt magunk körül, -körül nézünk, ilyen, ilyen maganyag formátumban, de, de ez megolvadhat, ha nagyon nagy a hőmérséklet. És akkor, de ezt csak úgy feltesszük, mert tudjuk, hogy az univerzum, mikor létrejött, akkor sokkal, sokkal forróbb volt, minél jobban visszamegyünk, annál forróbb, és hogy akármilyen hőmérsékletre gondolunk, olyan egyszer valamikor biztos volt. Tehát, ha elég nagy hőmérsékleten ez megolvad, ez a maganyag, akkor, akkor kell, hogy megolvadhasson. És most jön csak a hasonlat, hogy mintha egy olyan világban élnénk, ahol, ahol jég van csak, és a kutatók kitalálják, hogy de valószínűleg ennek a Jégnek van egy folyékony formája. De hát hogy tudnánk ezt megcsinálni? Hogy tudnánk megolvasztani? Nem tudunk közvetlenül egy edényben olyan nagy hőmérsékletet csinálni, mert ez egy ilyen világ, ahol csak egy millió Kelvin hőmérséklet van, mondjuk. Ilyen ezt szifit azt nem írtak még, de sose lehet tudni. <laughs> és, és akkor azt mondják, hogy hát hogy tudnánk ezt megcsinálni? Hogy fogunk két jégkockát, és jó erősen egymásnak dobjuk őket, és akkor egy pillanatra ott megolvad, aztán szétrepül, persze a sok kis repesz darab, vagy csepp, ami újra megfagy, és amikor észleljük, akkor már újra megfagyott, de ha elég okosak vagyunk, akkor fel tudunk olyan kérdést tenni ezeknek a cseppeknek a kirepüléséről, ami utána megmondja, hogy egy pillanatra megolvadt -e. És ez, az ez az az, az állapot, ami úgy hívunk, hogy Quark-Gluon-Plazma. Így, ugye? Ja, ez a Quark-Gluon-Plazma, ez a, ez a... Mire cseppként hivatkoztam, vagy vagy olvadék, vagy. Jó. Nem tudom Tegyük fel, hogy eljutottatok ideig, vizsgáljátok ezt az adatot. Igen. Mire lehet ebből következtetni? Hát egyrészt ma már, tehát ezt csináljuk, csinálják, mert az elején én még nem csináltam, még én, egyetem is, még gimnáziumba jártam, akkor csinálták ezt. Szóval um, sok minden azóta kiderült, mondjuk ez zajlik, nem tudom, 30 éve, 20-30 vagy akárhány éve. És elég sok minden kiderült, a hőmérsékletéről, a, az, hogy milyen hőmérsékleten fagy vissza ilyen normál anyaggá, vagy mondjuk, hogy milyen belső tulajdonságokkal rendelkezik, milyen a belső súrlódása például az volt egy nagy dolog, amikor ez kiderült, hogy ez ilyen tökéletes folyadékként viselkedik. Meg milyen az áteresztő képessége, an értelme, hogy a nagyon nagy energiás részecskék mennyire tudnak áthatolni rajta. És akkor ez volt az egyik első nagy felfedezés, hogy gyakorlatilag egy, nem tudom, femtométer, vagy néhány femtométeres méretben, ami magának az atommagnak a mérete, akkor a méretben is nem áthatolható. Hogy azok a részecskék, amik amúgy egy mitén úlon falon is átmennek, ami hát méteres, vagy centiméteres, vagy akármi, azokat ő esetleg ilyen, ilyen atommagnyi méretben is el tudja nyelni, vagy wow. lelassítani ami nem úgy hangzik, mintha jó lenne valamire, de nem, de, de minden esetre ilyen jellegű dolgokat tudunk kikövetkeztetni. És akkor ebből összességében a világ keletkezésének a folyamatából mi, mi, mi fog ebből kiderülni? Hát igen, ez mindig ez a kérdés, hogy végül is jó, de mire jó ez? Mire jó ez? Erre? Azt elmesélem csak, hogy amikor a, a doktori védésem volt, nem tudom, 2007-ben, és akkor van egy jó barátom, olyan sportoló, aki eljött a védésemre. Tehát abszolút, meg azt lehet, jogász is még, meg sportoló, és akkor, és akkor a végén mindenki kérdezhet. És akkor ő fölállt, megkérdezte, hogy jó, de ez mire jó ez az egész? nem a doktori védése klasszikus kérdése, és akkor utána jöttek a, jött a bizottság elnöke, hogy ez és magát ott hívják, mert, mert föl kell írni a jegyzőkönyvbe, hogy ő kicsoda. Szóval ezzel a kérdéssel már régóta találkozom és mindig én is gondolkozom rajta meg meg egyáltalán tesz hát mindenkinek felmerült a kérdés és próbálok nem vagy hát nem az hogy próbálok de nem akarok panelekbe beszélni de nyilván erre is van egy csomó panel az egyik az az hogy amikor a és itten elfelejtettem, hogy a melyik kutató volt akit az angol parlament elé hívtak vagy hát ott beidézték, hogy, hogy mire elkölti ezt a sok pénzt, amikor az elektromossággal kísérletezett, nem tudom, békacom, meg egyebek, és akkor azt mondta, hogy miniszter úr, egyszer ezt ön majd meg fogja tudni adóztatni. Hogy ennek egyszer gazdasági haszna lesz, és de azt nem tudjuk akkor, hogy mi. És tényleg az elektromossággal is ez van, hogy a békacomban kísérleteztek, valaki azt gondolta volna, hogy majd mit én robotbékát akarnak építeni, hogy mit tudom én, de nem ez lett a haszna, hanem száz évvel később telefont építettek, meg tévét, meg akármit, de az akkor nem tudta senki. És tulajdonképpen ezzel analóg a, az erős kölcsönhatásnak a vizsgálata, hogy itt is megpróbáljuk megérteni, aztán lehet, hogy száz év múlva majd erős kölcsönhatással működő TikTok videókat fogunk. El tudnád nekünk magyarázni, bár nem tudom, te Gergő tudod, de hogy az erős kölcsönhatás az mit akar? Ezt szerettem volna kérni, hogy, hogy, hogy tehát ennek van egy olyan jellegű definíciója, hogy hogy mondjuk mennyi energia szükségeltetik, vagy mit. mit nem, de te teljesen különbözik a mondjuk másikaktól. Tehát igazából talán a legfontosabb felsorolni, hogy milyen kölcsönhatások vannak. Van a gravitáció, azt nyilván nem kell mondani, hogy micsoda, meg van az elektromágnesesség, az minden, ami elektromos, mágneses. De igazából váratlanul sok mindent foglal magába, mert ha arra gondolunk, hogy mondjuk ez a bor miért nem folyik ki a, a pohárból, miért nem folyik át ezen az üvegen, akkor ennek az az oka, hogy az üvegnek az atomjai elektromosan töltöttek, a külső elektronjai, és akkor azok kölcsönadnak a bornak a atomjaival, és nem engedik át. Tehát, hogy, hogy meg az, hogy, azt szoktam mondani, hogy miért nem hullunk össze egy kupac homokkáit hirtelen, azért, mert az elektromosság az atomjainkat összetartja. Tehát, hogy, hogy tényleg mindent az elektromosság irányít, nem csak ezt a Bocsánat, ezt a tabletet, meg a lámpát, meg az akármit, hanem tényleg mindent, amit látunk szinte. De van két másik kölcsönhatás. A gravitáció, meg az elektromágnességen kívül van még az egyik, ami a, amit erős kölcsönhatásnak hívunk, az arra úgy derült fény, hogy van, hogy, a, hogy az atommagról kiderült, hogy nem, nem jön ki a matek, ha csak protonból áll. Mert hogy megnézzük a, nem tudom, aranyat, ez felvétel nagyon kellemetlen, hogy sosem ezeket a számokat fejből, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy 97-es a rendszáma az aranynak, ami azt jelenti, hogy 97, nem, 70, 79, protonból áll, és van tömegszáma, az meg 197, ami azt jelenti, hogy annyi a tömege, az meg annyi proton egységnyi, és akkor ott van egy kis hiány. És akkor kiderült, hogy jó, az a neutron akkor van ez az atommag, protonból és neutronból. Na de a proton pozitív, a neutron semleges, ez miért nem repül szét? Tehát valaminek le kell győzni ezt az elektromosságot, valaminek össze kell tartania. ez az erős kölcsönhatás, vagy erős magerőnek hívták eleinte. Ugye azért erős, mert hogy sokkal erősebb, mint az elektromosság, hogy azt legyőzi, hogy összetartja az atommagot. És akkor minden atommag folyamatért, vagy hát szinte minden atommag folyamatért ez felel talán ez a legjobb definíció rá, hogy ami a, mondjuk az atommag beli dolgokért felel, ami legyőzi az elektromosságot. És akkor egyébként van még egy másik, amit meg gyenge kölcsönhatásnak hívnak, itt elfogyott a fantázia ennél a kettőnél, ugye ez meg azért gyenge, mert ez meg gyenge, ez meg a radioaktív bomlásokért felel. Tehát az a legkevésbé nyilvánvaló, mert a gravitációt látjuk, az elektromosságot látjuk, és tulajdonképpen a magerőt is látjuk, mert a nap az magfúzióval működik, ezért, ezért ott van valami, ami, ami hát nem minden nap, de amikor süt a nap, akkor nyilvánvaló. A gyenge kölcsönhatás az kevésbé. Ez hogy... például a, a az pont egy olyan dolog, amit esetleg majd meg lehet adóztatni később, hogyha ebből a Igen. példából indulunk. Így nem? van, egyelőre még csak az adóforintok mennek bele a magfúzióba, de mindig az van, hogy már 20 év múlva, de hát, ha egyébként vannak ígéretes. Egyébként terükség. a, most ugye már néhány ilyen részecskét említettél, és uh, nekem az érdeklődésem miatt még dereng azért ezeknek nagyjából a dimenziója, de hogyha ha esetleg ezt a kérdést egy közbeszúratnám, hogy még a beszélgetés elején essünk ezen túl, lennél szíves a, a világunkat akkor dimenziókba szedni részecske méret szerint, csak hogy a hallgatók és a nézők tudják nagyjából ezt a, a, a relációt, ezt az arányt uh -huh. valahogy elképzelni. Igen, nem tudom honnan indítsunk, de mondjuk. Az atomoktól. Mert nem a... azt mindenki tudja, hogy vannak az atomok, van atomok, az atom, igen. atom. Az mindenki igen. Az atomok azok mondjuk 10-10 méter méretűek, vagy nanométernél kisebbek jellemzően, és akkor azt erre is hasonlat van, hogy, hogyha egy atommagot elképzelünk, ez még a, ennek a különös aktualitása előtt mondták ezt a hasonlatot, egy stadion méretben, akkor, az atommag az a stadion közepén a cseresznye lenne, ez egy százezres faktort jelent, és akkor ugye, hogyha, hogyha egy centi a cseresznye, akkor az, akkor az ezer méter felel meg, tehát hogy kell nagyjából rá gondolni, tehát öt nagyságrendel kisebb az atommag. Tehát tényleg nem vicc az, hogy ennek a pohárnak az anyaga az, az ilyen nagyon-nagyon ritkás pontokban van elhelyezve, főleg, meg a boré is, tehát igazából át tudna folyni rajta könnyedén, mm -hmm. ha mm -hmm. nem lenne az elektromosság. Szóval szóval ott van egy öt nagyságrendeltérés, és akkor a, az atommagban a proton, meg a neutron az viszont már sűrűn van. Mondjuk egy, egy mit szóval én, egy aranyatommag az tíz femtométeres. A femtométer az 10-15-en. Hmm. Tehát az a, a, atom, maga az atom az 10-10-en nagyságrendileg, vagy ennek néhányszorosa. Ez 10-15-en nek a néhányszorosa. Mondjuk 10 femtométer az atommag, a proton az meg egy. Uh -huh. mondjuk. Tehát az, de az teljesen sűrű, mondjuk, tehát azt már mint a biliárdgolyók úgy kell elképzelni, hogyha, hogyha 100 biliárdgolyót vagy 200 biliárdgolyót egy ilyen nagy izébe szervezünk, akkor az hiszen akkora lesz, mint a milliárdújóknak a egyesével a méretet. Tehát... És akkor utána jönnek a további részecskék, de nem tudom, hogy arra is még kíváncsiak vagytok-e, mert az sokkal bonyolultabb. Mert... De, hát igen. Sajnos kíváncsiak vagyunk. Hát, szóval az a baj, hogy a, hogy a nem összetett az elemi részecskéknek nincs ilyen hagyományos értelemben vett mérete. Hanem ott valahogy az van, hogy ha azt kérdezik, hogy mekkora egy elektron, vagy egy kvark, vagy egy foton, vagy egy gluon, hmm. akkor arra mindig azt mondjuk, hogy hát az nulla, az pontszerű. De persze pontszerű azért nem lehet, mert a kvantumelmélet nem engedne valamit konkrétan nulla méretűnek, meg akkor a gravitációval is, meg mindenfélevel lennének gondok. De nem is így érdemes rá gondolni, hanem van egy fogalom, amit úgy hívnak, hogy hatáskeresztmetszet, hogyha valami Kölcsönhat valamivel, akkor az egy mekkora felületen hat. Tehát, hogy mekkora felületet nyújt, mekkora céltárgyat nyújt annak a másik részecskének mondjuk. Tehát, hogyha van egy elektronunk, és azon szóródik egy foton, akkor azt lehet megmérni, és tényleg ezt szoktuk ilyesmit szokás mérni, hogy az mekkora felületet nyújt az elektron a fotonnak. Mert akkor úgy lehet venni, mintha mondjuk ennek a ennek a alátétnek a felületét akarnánk megmérni, mondjuk egy festékpisztollyal, úgy, hogy lövünk rá festéket, és itt meg begyűjtjük. És akkor megnézzük, hogy mennyi festéket fogott fel, és akkor az a területe lesz végül is. Mert ha egy ekkorába lövünk, és a egy harmadát fogta föl, akkor ennek az egésznek az egy harmada volt. Így, ilyen értelemben beszélünk hatáskeresztmetszet, hogy jönnek be a fotonok, találkoznak az elektronnal, és a fotonok hányad része szóródott majd. Csak az a furcsa, hogy, a, hogy ez a hatáskeresztmetszet nem fix. Tehát az elektronnak nem az, hogy van hatáskeresztmetszete, függ attól, hogy milyen folyamat, hogy milyen energia, nagyon sok mindentől, de például a, van egy, azt szokták nagyon klasszikus sugár, az amikor, amikor a szabad elektron fotonokkal találkozik, akkor az ö, nem, 52, 52 pikométer. Ami... Ami... Igen. 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 Az még a nanométernél kisebb, de a femtométernél nagyobb. Tehát az a 10-12-en, tehát az, az mondjuk 10-11-en. Tehát az, akkor az egy kicsit kisebb, mint egy atom, de sokkal nagyobb, mint egy atommag. Uh -huh. Ez az elektronnak az ilyen, ilyen hatása. Ez egy klasszikus sugara úgy szokták hívni, de hát ez csak ezt jelenti, hogy amikor ő egy szabad elektron és találkozik egy fotonnal, akkor ekkor de más esetben meg más méretű. Tehát ez tehát igazából az elemi részeségek nulla méretűek. Ha szigorúan valami abszolút méretet akarunk, de amúgy meg attól függ. És nagyon furcsán viselkednek. Hát az biztos. Fizikának a mai állását tökéletesen példázza az, hogy kikapták, és milyen oknál fogva az idei fizikai Nobel-díjat. Ezt, hogyha megengeditek, akkor felolvasom. Ellen Aspect francia, John F. Clauser amerikai és Anton Zeilinger osztrák fizikus, mégpedig az összefonódott fotonokkal végzett kísérleteikért a bel egyenlőtlenség sérülésének megállapításért, valamint a kvantum informatika területén végzett úttörő kutatásaikért. Gyönyörűen hangzik, de az égvilágon fogalmam sincs, hogy mit jelent. Meg tudnád de mondani, hogy hol tart a fizika, miről van itt szó? Igen, de ez fantasztikusan érdekes, amit csinálnak, tényleg, vagy hát ez nem is az, hogy amit pont most csak ők csinálnak, de ez az egész terület, tehát ez, hogy a, hogy a kvantumfizika alapjainak a megértése, az, az um, hát ez, ez sokkoló, tényleg, tehát a részecskefizikánál még egyel durvább, annyira más, mint, mint bármi, amire gondolhatnánk. Um, most az van, hogy én pont múlt héten, nem, de múlt héten erről szólt az, egy, az egyetemi órám, meg um, meg amúgy is a nobel díj miatt is, is előkerült több helyen, úgyhogy most képbe vagyok, ha más héten lennénk, nem lennénk, lehet, lennék ennyire képbe, szóval akkor ki tudja szegni, mint aki mindenre hirtelen emlékszik, de ez véletlenül tényleg. És um, szóval az van, hogy, hogy a kvantumfizika az, az, megdöbbentő fejleményekkel járt a 20. század elején, tehát amikor elkezdtek irányú kísérleteket és megfigyeléseket tenni, akkor kiderült, hogy a klasszikus Fizika, amire nem csak hogy az emberiség évszázadokon keresztül uh, szok, szok, szokott, de amit mindenki a, a nem tudom megszületése után magába szív, hogy látja, hogy gurul a labda, meg leesik, meg nem tudom micsoda, meg feldől, meg szóval ez minden. Newtoninak, nem? Igen, newtoni fizika, de hát igazából mindenki ezt látja maga körül, amikor kinyitja a szemét először, tehát tehát annyira ez, ez, ez hétköznapi, és arra számítunk, hogy minden így működik, de kiderül, hogy nem. És um, az derült ki, hogy bizonyos egyszerű tények, egyszerűnek tűnő megfigyelések arra kényszerítenek minket, hogy ezt a bizonyos kvantum világot, vagy kvantumfizikát bevezessük, ami nagyon-nagyon ami máshogy működik, mint ahogy gondolnánk. És talán a, a, ennek a máshogynak a legfőbb eleme az az, hogy, hogy van benne egy ilyen belső véletlen. Hogyha és ennek a legjobb példája mondjuk a két rés kísérlet talán, ami az, hogyha, hogyha két résen átengedünk fotonokat. De mondjuk egyesével, akkor egy foton utána valahol becsapódik az ernyőn, azt mondjuk, hogy interferencia történik, hogy egy ilyen interferencia mintázat alakul ki ebből, hogy jön be a foton, ami azért van, mert hogy a, a fény az hullám. De amikor a fény az foton, és gondoltunk az elektronra is, és Zeilinger aztán C60 molekulával is ugyanezt elvégeztem, ami egy nagy makroszkópikus izé, meg a, aztán mindenféle furcsa dolgokkal elvégezték ezeket a kísérleteket, akkor azok mind interferencia mintázatot hoznak, ami azt jelenti, hogy valami interferál. És az derült ki, hogy tulajdonképpen a két résen való áthaladás lehetősége interferál. Tehát átmehet az egyiken, vagy átmehet a másikon, és ezáltal egyszerűen... Tehát ez ilyen abszurdan, meg úgy hangzik, hogy, hogy hát ez valami nagyon fölösleges ilyen, ilyen, őrület, de az van, hogy nem működik semmilyen nélkül. Tehát egyszerűen muszáj ezt meglépnünk, hogy, hogy, és különösen ez a kísérletnek a megmagyarázása nem működik enélkül, hogy ez a két lehetőség összeadódik, és a két lehetőség kioltani vagy erősíteni tudja egymást, mint a hullámok. És akkor ez van, hogy, hogy Tulajdonképpen jön egy részecske, és Erre nem szóval. tudjuk megmondani, hogy hova csapódik be. Ez a lehetőség interferálása ezt eredményezi, hogy egy részecske nem tudja megmondani a fizika, hogy hova csapódik be. Ami borzasztóan abszurd, hiszen az egész fizikát azért találtuk ki, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi fog történni. Hogy, hogy, hogy leomlik-e itt ez a izé galéria fölöttünk, vagy a híd, vagy az akármi, vagy hogy hova, hol esik le az ágyugó. Az egésznek az a lényege, hogy determinisztikus legyen, hogy tudjuk, hogy mi fog történni. Erre ha jön egy részecske, akkor akkor nem tudjuk. Akkor jönnek is a laikus kérdéseim. Szóval, hogy az, hogy van két lehetőség, az rendben van, de, de ez a két lehetőség mégsem egy olyan mérhető fizikai tényező nem, mint mondjuk a gravitáció, vagy a hőmérséklet, vagy vagy nem tudom. Szóval, hogy honnan tudja az a részeske, hogy itt most van két lehetőség? Nem tök mindegy neki, vagy mi, milyen módon ezt az információt milyen módon közlöd azzal a milyen, tehát, hogy nem, tehát nem biztos, hogy teljesen értem, hogy mire gondolsz. Mm -hmm. Tehát hogy, hogy jön a részecske, igen. Ott van a fal, ami van két lyuk. Aha. Ez hát akkor át kell mennie igen, Úgy értem, okay. hogy vagy visszapattam, vagy nekik a falnak, vagy mit tennénk, ja, valaminek, ja, ja. történnie kell. Igen, igen. Tehát ezt ez nem... De hogy önmagát megmagyarázza az, hogy mert valaminek történnie kell, hogy az egyik variációt választani fogja? Meg hogy, hogy milyen... Nem, 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 tehát pont ez van, hogy nem választja az egyiket, hanem mind a kettő egyszerre bekövetkezik. És ez a két lehetőség, hogy a kettő egyszerre van, Aha. ez interferál, tehát tényleg... Most hát, hogyha jól értem, akkor egyetlen egy foton esete, az olyan, mintha átmenne ezen a lukon, akkor ketté válna, vagy, hát, euh, vagy <laughs> duplikálódna a, a folyamat? Ugye, és ez, 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 ez nagyon nehéz kérdés, hogy ezt, ezt hogy kell érteni, de az biztos, hogy pont a fotonnál azt szoktuk mondani, vagy azt igazából, ez az, olyan fotonra, a fényre nem érdemes úgy gondolni, amikor itt jön a lámpából a fény, hogy itt, mint a kis biliárdgolyók jönnek a fotonok. A fény, amikor így jön, akkor hullám. Vagy mm. ide teszek egy, mint én, prizmát, vagy valamit, akkor tudok itt interferenciát csinálni, vagy, vagy színképbontra vagy akármit. A foton igazából egy esemény. A foton az, amikor a fény találkozik valamivel. Mert Áll. akkor nem tud úgy kölcsönhatni, hogy, hogy akármilyen kis darabokban, akármilyen kis energiát átadva, hanem ennek van egy minimuma vagy ami vagy, vagy hát igazából egy, egy egysége, és ez a foton. Amekkora egységekben az a fény kölcsön tudhatni akármivel, amivel találkozik. De akkor foton, a fény csak akkor foton, amikor valamivel kölcsönhat. Tehát az a felé vezető úton csak majd potenciál? Igen, vagy? hát hullám. Hullám. Ugye az végül is, végül is, nekünk az a természetes talán arra gondolni, hogy a fény az hullám, uh -huh. mert hogy, uh -huh. hogy mindenféle jelenség már uh -huh. hogy hekkal Lézer-pointerrel rávilágítok a CD-re, akkor ilyen kis mintázat lesz, ez mind van, hogy hullám. Tehát mm -hmm. a fényről azt tudjuk, okay. hogy hullám, de itt az a pláne nem csak az, hogy a foton ezt csinálja, de hogy a részecske is, egy, egy nagy molekulát is, ami mondjuk ez a C60 molekula, arról nem tudom, hallottatok-e, hogy fullerén, ami azért különleges, mert ilyen gömb alakú, és a Buckminster fuller nevű brit építészről um, nevezték el, aki ilyen épületet csinált, hogy ilyen ötszögekből és hatszögekből áll, mint egy foci mint uh -huh. a stadionhoz visszakanyarodva, és, és akkor szénatomokból áll, 60 darab szénatomból egy gömb. Ez, hogyha azt megkérdezzük, hogy, hogy bocsánat, kicsit arrébről, egy, egy milliméter indítva, tehát, hogyha megkérdezzük, hogy jó, az elektron ezt csinálja, a foton ezt csinálja, de teniszlabda, az nem csinálja ezt, akkor teniszezünk, és ott van a háló, és beleütöm a hálóba, akkor nem történik az, hogy interferál, és mégiscsak átmegy a hálón. Vagy a, ugye a, a tenisz, mondják, háló fölött, akármilyen irányba mehetne a teniszlabda, és akkor Nadal legyen a talpán, aki ott van mindenhol egyszerre, akárhol materializálódik. Hirtelen, ugye? A teniszlabda nem csinálja ezt. De az elektron, meg a foton, igen, van-e határ? Uh -huh. És akkor ez a C60-as kísérlet azért is volt nagyon jelentős, mert hogy ez a molekula, éppen fél félúton van, az elektron, meg a teniszlabda között, hiszen ez már egy nagy valódi dolog, aminek vannak, mit tudom én, vibrációs módusai, tehát tud így mondjuk kvázi pattogni. Nem is így pattogtatni, mondjuk lehet, hogy nem lehet, de tehát de, de, de ez, ez egy nagy dolog, ami simán látszik egy egy, mondjuk egy elektromikroszkópon a képe. Tehát hogy, hogy azzal ez hogy van, de az is az is csinálja ezt. Ezt a bizonyos interferenciát, és ez tényleg drámai. Hogy nagyon, Mi következik ebből? Ez a véle, az következik belőle, hogy, hogy van egy véletlen. És ez tulajdonképpen ebből és a mérésekből az következik, hogy valahogy van egy van a, van a fizikában, vagy a világban inherensen benne egy véletlen, hogy, hogy néha bizonyos folyamatokban nem, nem tudjuk, hogy mi történik előre, statisztikailag tudjuk, hmm. hogy milyen eséllyel, mondjuk, mitén ugye interferencia mintázat fényes és világos és sötét csíkok felváltva vannak, és akkor tudjuk, hogy a világos az, ahol oda nagy eséllyel megy a sötét, ahova kis eséllyel megy, és így tovább, de hogy egy konkrétan hova fog menni, uh -huh. azt nem tudjuk. Uh -huh. Mint a pénzfeldobás, csak a pénzfeldobás az determinisztikus, mert attól függ, hogy hogy dobtam el, meg stb., vagy a rulett, vagy az akármi, de ez valahogy, ez, ez tényleg véletlen. És ez nagyon-nagyon zavarta akár Einstein-t is, hogyha őt hozhatnánk itt példának, akitől van ez a híres idézet, hogy, hogy ő nem hiszi, hogy Isten kocka játékos lenne. Uh, nyilván most ez egy kiragadott idézet, nem is most erről, de hogy, hogy tényleg azt illusztrálja, hogy mennyire akkoriban is a, a, tudósok nehezen tudták ezt feldolgozni. És amiatt, hogy, hogy ezt ilyen nehéz feldolgozni, azért rengeteg ilyen interpretáció született, hogy hogy kell ezt érteni. Mit, mit kell ezzel csinálni? Akkor az van, hogy, hogy Valójában tökéletesen működik az egész, tudjuk, hogy amúgy hogy kell valamit kiszámolni, és akkor Feynman azt mondta, hogy shut up and tehát így kell kiszámolni. Van egyenletünk, ki lehet számolni, lehet vele tervezni napelemet, meg, meg mit én, kvantumszámítógépet, akármit, de hogy interpretáció az az filozófia, az nem tartozik a tudomány, a természettudománynak a tárgy körébe. De mások meg interpretálják, és, és Hát itt napestig lehetne beszélni arról, hogy milyen, milyen ilyen interpretációk vannak, vadabbnál vadabb gondolatok, és ezek közül néhánynak a kizárásában játszottak nagyon fontos szerepet ezek a, ezek a kutatók. Uh -huh. Na most eljutottunk vissza oda az első kérdésemhez. Uh, mi ez az egész, amiben ér? el, el Beszélgetünk arról, hogy 13 és nem tudom, fél milliárd évvel ezelőtt történt egy nagy bum. Hatalmas távolságok vannak, hatalmas égitestek, különféle anyagsűrűségek, és akkor, amikor az anyagot, meg az energiát elkezdjük vizsgálni, akkor még mindig nem tudjuk megállapítani, hogy miből áll ez az egész. Olyanok is vannak, hogy ugye arról van szó, hogy nem is pontszerűek ezek a minimális elemi részecskék, amik alkotnak bennünket, meg a világmindenségét, hanem húrok. Ez a húri elmélet. És ott már, már arról van szó, hogy elképzelhető, hogy itt nem is három plusz az idő dimenziós ö, térben létezünk, hanem ez egy ilyen sokkal, nem tudom, 11 dimenziós valami, ami ö, olyan pici, meg egymásba hagyik, tehát, hogy hogy akkor mit gondolsz te fizikusként erről? Igen, hát ez ö, szintén nagyon érdekes kérdés, és ö, valószínűleg nem mindenki, tehát a fizikusok közül nem mindenki ugyanazt gondolja erről. Tehát azt most hozzáteszem, bármit mondok, az lehet, hogy más fizikus hívnátok, ő mást mondaná. Tehát ezt tudni kell, de én viszont azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos látni, hogy, hogy hogyan, hogyan, lesznek elméleteink. Tehát hogyan lesz egy képünk a világról. És ebben az a kulcs, hogy megfigyeléseket teszünk. Feynman azt mondja, hogy, hogy úgy teszünk fel egy új elméletet, hogy a Megpróbáljuk kiszámolni, hogy mik a következményei az elméletünknek, hogy mi lenne, ha igaz lenne. Majd az elméletünknek ezeket a kiszámolt következtetéseit összevetjük a tapasztalattal, mérésekkel, kísérletekkel, megfigyelésekkel, és ha ellentmond a kísérleteknek, akkor hibás. És ebben a, azt mondja szó szerint, hogy ebben az egyszerű állításban van a tudomány kulcsa: ha ellentmond a kísérleteknek, akkor hibás. És nem számít, hogy milyen szép az elmélet, vagy mennyire olyan, mint amire számítunk, vagy vagy azt is hozzáteszi, hogy vagy hogy hívják azt, aki kitalálta. Ez mind nem számít, ha ellent a kísérleteknek, akkor hibás. És itt a, a húrelmélet kapcsán azért nagyon releváns, mert hát sajnos a húrelmélet nem biztos, hogy megüti ezt a mércét. Tehát egy elméletnek muszáj olyannak lennie, hogy potenciálisan cáfolható következményeket von maga után, vagy potenciálisan cáfolható következményei vannak. Tehát, hogy valamit ki lehet belőle következtetni, ami aztán megvizsgálta, hogy úgy van-e. Hmm. És a húrelmélet nem egészen tart itt. Tehát nem biztos, hogy, 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 hogy meg lehet vizsgálni, hogy igaz-e. Illetve még ennél is súlyosabb a helyzet, mert az se világos, hogy matematikailag elmélet-e. Tehát, hogy, hogy megáll-e a saját lábán. Viszont nagyon-nagyon szép, tehát egyszerre, ami, ami látszik belőle, nagyon sok mindent egyszerre megold. Vannak, van, egy, van ez a kvantum probléma, amit érintettünk, hogy ezzel a véletlennel, meg akármi, ezt nem. Sajnos ezt nem oldja meg, de, de van egy másik, szintén nagyon nagy problémánk, hogy, a, hogy említettem ezeket a kölcsönhatásokat, és a gravitáció az nagyon más, hogy működik, mint a többi. Az nem ilyen részecske alapú kölcsönhatás, hogy, hogy nincs közvetítő részecskéje, meg van, nem, 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 nincs kvantuma, mondhatnám, és ez zavar minket, hogy valahogy nagyon jó lenne ugyanarra a nyelvre hozni a gravitációt, mint a részecskefizikát. fizikát. Azért is, mert például sejtjük, hogy a fekete lyukaknál ott erre valahogy szükség van. Egy után a fekete lyukban annyira nagy a, a, sűrűség, vagy a, vagy a energiás sűrűség, vagy, vagy nem tudom, csomó minden, ilyesmi, hogy, hogy muszáj, hogy ott valami kvantum dolog egy után érvényre lépjen, de nem tudjuk, hogy ezt hogy kellene megcsinálni. Vagy akár gondoljuk az ősrobbanást is, az első, első tíz a mínusz sokadikon másodpercben muszáj, hogy valahogy egyszerre a gravitáció és a kvantumvilág érvényesüljön, de nem tudjuk közös nevezőre hozni, és a húr elmélet ezt oldaná meg. De nem lehetséges, hogy <coughs> még nem tartunk ott, hogy ezeket a kérdéseket egyáltalán ö, meg tudjuk nem hogy válaszolni, hanem egyáltalán kísérletet tegyünk a cáfolatára is. Hát abszolút, tehát sőt, tehát ez a legvalószínűbb. Hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk az eredeti részecske fizika témából hozva egy példát, hogy ugye mondjuk a mit én, 19. században azt gondolták, hogy van néhány elem, és az alkotja a világegyetemet. Majd utána ez, létrehozták a periódusos rendszert, és akkor a periódusos rendszernek a szabályosságából kiderült, hogy valójában az atomot csak három részecske alkotja, proton, neutron és elektron. Majd utána ezekhez hasonló részecskéket felfedeztek, proton és neutron unokatestvéreit, és azokat is táblázatokban rendezték, valamilyen tulajdonságok szerint, és annak a táblázatnak a szabályossága elárulta, hogy azok is állnak valamiből, a kvarkokból. Majd utána a kvarkokat is táblázatba rendezték, és most már száz körüli kvark és, és hasonló részecskénk van, szép szabályos táblázatban, csak most még ez nem árulta el, hogy ez miből áll? Hogy mi okozza ezt a szabályosságot? De simán lehet, hogy tíz év múlva kiderül, hogy van valami még elemi részecske. Lehet, hogy a húrok. Mert a húrelmélet azt mondja, hogy megmagyarázza tulajdonképpen, az egyik nagy erénye az lenne, hogy megmagyarázza, hogy miért van ez a sok különböző részecske. Miért ennyi a tömegük, vagy miért pont ilyenek vannak, meg annyian, és akkor ő azt mondja, hogy mert a húroknak a rezgései, és akkor aki a találkozott már, nem tudom, gitárhúroknak a működésével, vagy valamilyen húros hangszer működésével, vagy dob, vagy akármi, tudja, hogy annak bizonyos rezgései vannak, és olyan hangot tud kiadni az a hangszer. És tulajdonképpen ilyen értelemben a húrelmélet erre egy kísérletet tesz, de lehet, hogy valami más magyarázat lesz. De az is lehet, hogy soha nem ez fog történni, lehet, hogy kiderül, hogy soha többet nem csökkenne a részecskék száma háromra vagy ötre, lehet, hogy, hogy száz év múlva meg ennek a tízszereséről fogunk tudni. Tehát tehát ugyanúgy, ahogy 200 éve megdöbbentően, hát most mondhatnám, ostoba dolgokat gondoltak a világról az akkori tudósok, de a maiak is a 200 évvel, évvel későbbiek szemében ugyanígy vakon hát hát járnak. Igen. Tehát tényleg, hogyha mond csak arra gondoltok, hogy, hogy egy időben azt gondoltuk, hogy a Föld körül forog a nap, ahhoz képest Persze. most már 13,7 milliárd fényévre tudunk elkukucskálni, vagy ilyesmi, szóval hogy azért ezek nagy különbségek. Hogyha ezt ezt, a, ezt a, a, a relációt nézed, és hogyha azt projektálod előre, akkor igazából tényleg nem lehet tudni, hogy mi lesz. Így van, és ezt szoktam is mindig mondani, hogy a, a diákoknak az életemben, hogy nagyon fontos érteni, hogy hogy jutottunk el oda, ahol most vagyunk, hogy miért miért úgy néz ki a kvantummechanika, meg miért úgy néz ki a részecskefizika, ahogy, mert garantált, hogy száz év múlva nem így fog kinézni. De ahhoz, hogy, hogy, ne így nézzen ki, ahhoz valakinek ki kell találni, hogy mi legyen helyette, az pedig csak úgy működik, ha tudjuk, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy mi az, amit, amit megmagyarázunk most. Tehát ebben különbözik a, a természettudomány a filozófiától, hogy itt nem az van, hogy gondolunk valamit, és akkor, és akkor találjunk ki valami szebbet, valami, valami érdekesebbet, vagy valami olyat, ami, valamilyen szempontból motiváló, hanem hogy, hogy, vannak tények, amiket megpróbálunk megmagyarázni azzal, ami most van, és akármilyen ezután, amit most megmagyaráz, az annak is meg kell magyarázni. Pedig most filozófiai síkra próbálom vinni majd a beszélgetést, mert szeretném megtudni tőled, hogy abban az esetben, hogyha 13,5 milliárd éves, illetve olyan tág az univerzum, akkor körülötte mi van? Egy fizikus hogyan definiálja a semmit? Hát ez mindjárt egyben nagyon sok kérdés. Tehát először is, ugye nem tudom, hogy ezt az a ősrobbanás, vagy, a, vagy a, a nem tudom általános relativitás elméletét volt már valamelyik podcastban szó, de. Nagyon érintőlegesen. De ugye ez nagyon fontos része a dolognak, hogy, hogy nincs, az, nincs olyan, hogy az univerzum körül. Tehát hogy az ősrobbanásra nem úgy kell gondolni, hogy, hogy van egy tér, és annak egy pontján, bekövetkezik a robbanás. És akkor az úgy beletágul az univerzum a körülötte lévő térbe, nem sokkal inkább úgy kell rá gondolni, mint egy lufit, amikor felfújunk. Hogy Persze a lufi is benne van egy térben, de most muszáj elvonatkoztatnunk mm -hmm. ettől, mert a háromdimenziós univerzum meg egy négydimenziós térben ilyen értelme benne lenne, de az nincs ott körülötte, hanem hogy úgy tágul, hogy maga a tér tágul ki. És akkor az nem világos ezen a ponton, hogy, hogy egyből végtelen nagy volt, és az a végtelen nagy tágul, vagy először, vagy, vagy véges volt, és akkor ma is véges, és akkor ez a véges tágul. Mondjuk a véges, ez egy lufinak a felszíne, vagy egy bolygónak a felszíne, amin körbe megyünk, és már visszaérünk. Hogyha egy ilyen képen elindulnánk abba az irányba, amit tém, ilyen Alfa-Kentauri felé, meg a, akármelyik másik galaxis felé, és akkor nem hátul visszaérnénk. Persze akkor se érnénk vissza, ha ilyen a világ, mert közben tágul, és nem tudunk olyan gyorsan menni, amennyire tágul. De mondjuk, ha nem tágulna, akkor esetleg visszaérhetnénk. És ez nem világos ezen a ponton, hogy véges vagy végtelen a világegyetem ilyen értelemben. És erre például vannak gondolatok, hogy ezt hogyan lehetne vizsgálni. Hogyan? Például? Hogy mondjuk akkor ilyen ismétlődéseket kellene látnunk, hogyha elnézzünk valamire, akkor, akkor ott már így mint én körbejött a fény, meg látjuk arra a csillagot, de a másik menő fénye meg így körbeér, vagy szóval, de hogyha gyorsan tágul, akkor meg más miatt kellene látnunk, szóval... De egy ezeket... ilyeneket nem nagyon vélünk látni, nem? Tehát, nem, hogy... nem vélünk látni, ezt nem innen próbáljuk kitalálni az igazság, hmm. hanem onnan, hogy milyen gyorsan tágul a világegyetem, és ez a tágulás gyorsul vagy lassul, ebből próbálnak igazából arra következtetni, hogy a világegyetem az véges, vagyis zárt, vagy, vagy nyitott. A tudomány mai állása szerint gyorsulva tágul, nem? Gyorsulva tágul, igen, de... A fénysebességnél gyorsabban? Mert azt mondják, hogy itt az nem lehetséges, hát, nézed. De ugye a gyorsulás az egy másik mennyiség, tehát az nem sebességdimenziójú. A, tehát az, hogy mennyire gyorsul, az egy másik kérdés, mint hogy milyen gyorsan tágul. De, a, de ettől függetlenül az a kérdés, az releváns, hogy milyen, milyen gyorsan tágult távolodik tőlünk valami. Uh -huh. És akkor, hát mi mondjuk a szomszéd csillag, az például nem távolodik, mert az a, az a galaxison belül van, azt a gravitáció összetartja. Még a szomszéd galaxis se távolodik tőlünk, mert azt is a gravitáció összetartja. Tehát Csak ennél nagyobb skálán van a tágulás. A nagyon messzi galaxisok távolodnak, és akkor az derül ki, hogy minél messzebb van, annál jobban távolodik, annál nagyobb sebességgel távolodik. Ez a Hubble-törvény Ebből tudjuk, hogy ő is robbanás volt, többek között, vagy ez volt az első érve erre, mert hogy egy robbanás az ilyen, hogy azt látjuk, ha lefényképezünk egy robbanást egy adott pillanatban, hogy aki messze van, az nagy sebességgel repül, aki közel van, az meg kis sebességgel repül. De fordított a logika, nem azért megy ő nagy sebességgel, mert messze van, hanem azért van messze, mert nagy sebességgel megy. Tehát aki nagy sebességet kapott az elején, az most messze van. És ez tulajdonképpen egy ilyen mintázatot hoz létre, mint úgy hívnak, hogy Hubble tágulás. és hogyha ez érvényes, akkor az van, ez a Hubble konstansnak ismert, a, ez meg lehet, ugye meg lehet így mérni, és akkor 70 km per szekundum per megapárszek. Ami a megapárszek az egy távolság egység, azt a kis László biztos tudja fejlő, hogy mennyi, de én nem tudom, azt hiszem, egy párszek az mit én, valami, fény, valami mit én néhány fény nem tudom, tehát lesz, és a hallgatóság közül is valaki tudja fejből, de én mondom, ezeket a számokat nem tudom vagyis <laughs> <laughs> És hát a 70-et ezt például megjegyeztem. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy aki, tehát hogyha mit tudom én, valaki egy millió ilyen pár szekre van, az 70 km per szekundummal tágul, de ennél sokkal nagyobb távolságok is vannak. Tehát van, aki valóban a fénysebességgel távolodik tőlünk, valaki meg a fénysebesség kétszeresével távolodik tőlünk. Ez lehetséges, mert ami nem lehetséges, az az, hogy a fénynél gyorsabban kommunikáljunk, vagy üzenjünk. Mondjuk. Tehát, vagy egy valami önmagához képest, vagy amivel, amivel nyugalomba volt, ahhoz képest a fénysebességre, a nagyobb sebességre gyorsuljon. Mondjuk. Ilyesmi nem lehetséges. De a tér maga, az bármilyen sebességgel tágulhat, vagy, vagy nőhet a tér két dolog között. Tehát ilyen értelemben nagyobb is van, mint fénysebesség. Néhány héttel ezelőtt nemrégiben itt járt nálunk Dobronai László, aki egy filmrendező, és arról ö, beszélt nekünk, hogy ő négy és fél percen keresztül volt a klinikai halál állapotában, és hogy ő ez idő alatt mit tapasztalt. Testen kívül élménye volt, ö, azt mondja, hogy olyan, mint nem így fogalmazott, de mint hogy a Mennyország kapujában járt volna, találkozott volna, fiatalkori édesapjával, akit soha az életében olyan formában nem láthatott, mert úgy látta, mint amikor az édesanyjával megismerkedett, nagyon nagy szeretetet élt át, illetőleg több holt, lelket vélt látni. Föltettük neki a kérdést, hogy mi van abban az esetben, hogyha a, az agyának a játéka következtében látta ezeket a dolgokat, de ő szentül vallja, hogy ez is elképzelhető, de hogy ő úgy gondolja, hogy miért ne lehetne például túlvilág. Abban az esetben, hogyha abból indulunk ki, hogy a fizika mai állása szerint még mindig nem tudjuk, hogy valóban több dimenziós ez az univerzum, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni kicsiben, nagyban. A, a, a modern tudomány az teljességgel Elzárkózik ezektől a kérdésektől, hogy ezek. Nem biztos, hogy elzárkózik, de gondolom én, hogy azért inkább szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy létezik-e túlvilág, vagy hogy lelkeket valaki láthat-e. De hát azok után, hogy a, a fizika, fizika nem tud konkrét válaszokat adni ezekre a kérdésekre, ez táplálhatja azoknak az embereknek az ilyesféle hitét, akik meggyőződéssel vallják, hogy ők ezek ment, ilyesféle mentek keresztül, vagy látták. Ez is mi a kérdés. De Hogyan viszonyulsz te De... önmagában, illetve a Igen. tudomány mit gondolsz arról, hogy hogy nem lehet, hogy egy kicsit ilyesféle kérdésekben nyitottabbá kellene, hogy váljon? Hát nézd, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, vagy sok-sok vagy érdekes kérdés lapul itt. Egyrészt én magam Nyilván most nem fizikusként beszélek, de én magam én hívő ember vagyok, én hiszek a Istenben és a túlvilágban, tehát nekem nem merül fel ezzel kapcsolatban úgy a kérdés, hogy, hogy most megcáfolja -e a fizika ezt, mert azt gondolom, hogy nem. És tehát pontosan, ez az, az, az egy másik kérdés, amit mondasz, hogy a, hogy a tudománynak feladata-e vizsgálni ezeket a kérdéseket. De ha a tudományon belül most a természettudományról beszélünk, és konkrétan a fizikáról, mert van, nem tudom, bölcsészettudomány, vagy mit a filozófiának is van tudománya, az, az nyilván vizsgálja. De, de a természettudománynak akkor, akkor én, én szívesen kanyarodom vissza Feynman mondásához, hogy a tudomány legfőbb kérdése az, hogy itt van egy elmélet, ellentmond -e a kísérleteknek. Ha nem, akkor rendben van, ha ellentmond, akkor hibás. Tehát a természettudomány azzal tud foglalkozni, amit össze lehet vetni a kísérletekkel és a tapasztalattal. Amit nem lehet összevetni, azt nem tudja vizsgálni. Tehát az nem, nem tartozik a tárgy körébe, a tudományos módszer, az a tudomány módszere az arról szól, hogy megvizsgálunk valamit, és, vagy, vagy kiszámolunk valamit, és összevetjük a tapasztalattal. Utána máshogy számoljuk, azt is összevetjük. Utána megismételjük, utána más valaki is megismétli. Ez ez egy módszer, amiből nagyon sok minden kijött, de ezzel a módszerrel a túlvilág nem vizsgálható. Mit gondolsz arról, hogy teli van a televízió, uh, National Geographic Discovery olyasféle műsorokkal, hogy elmennek Amerikába, egy szellem járt a házban, leraknak kamerákat, hővérzékelőt, meg nem tudom micsoda, humbug. Hát nem szép dolog valakinek a munkájára így a távolból <laughs> azt mondani, hogy igen, de, de hát én azt gondolom, <laughs> hogy, hogy a, Természet fölötti, az azért természet fölötti, mert a természet fölött van, és a természettudomány módszereivel nem mutatható ki. Gondolod, Én ezt hogy gondolom. Ezek, lehet, hogy ezeknek a kérdéseknek egy része nem is tudománytechnológiai kérdés, vagy annak a fejlettségnek a kérdése, hanem mondjuk spirituális fejlettségnek esetleg? Hát az biztos, hogy hogy, hogy nagyon nagy, nem tudom, spirituális intelligencia kell ahhoz, hogy valaki ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon, ami végül is elválik a, a, a tudományos intelligenciától, vagy a tudományos um, eszköztártól. Tehát szerintem az, hogy hogy most mondjuk szellemeket ki tudjunk mutatni, mondjuk a szellem persze egy érdekes kérdés, hogy ez mit jelent, tehát ja. most az, mi egy láthatatlan ember, az már szellem, vagy szóval most, most jó, tehát akkor, akkor is, katonaság egyszer tud egy láthatatlan köpen gyártani, akkor már vannak szellemek, vagy szóval most ez jó. Tehát um, inkább úgy, 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 mondanám, hogy van-e például mondjuk az asztrológia. Ugye, hogy van-e olyan, hogy a csillagok állása valahogy befolyásolja a mi életünket, azon kívül, hogy a nap az persze befolyásolja, de a többi csillag is, is valahogy. Ugye, és akkor, akkor a tudós az csak azt tudja mondani, hogy hát mit jelent ez? Mi, mit jelent ez a kérdés? Azt jelenti, hogy ha máshogy lennének a csillagok, akkor más történt volna mit mond erre a tudományos módszer, hogy hát akkor nézzük meg. Próbáljunk meg találni olyan szenáriót, hogyha így van a csillagok, ez történik, ha úgy, akkor meg az. És, látni látnie valami ilyesmit. Az egyik dolog, amit csinálni tudom, a másik meg az, hogy jó, ha van ilyen, akkor az hogy zajlik? Mi ennek a mechanizmus? Akkor megpróbálja a mechanizmusát feltérképezni, hogy van-e valami ö, kölcsönhatás, ami ezt tudná csinálni és akkor megpróbálja megvizsgálni, milyen kölcsönhatások vannak. És akkor erről beszéltünk, milyen kölcsönhatások vannak, akkor melyik lehet, akkor az hogy csinálja, szóval ez a tudományos módszer, és ez, ezzel fel lehet tárni bizonyos dolgokat, és, és hát az van, hogy valaki elhiszi, vagy valaki hisz benne, valaki nem, hogy, hogy van-e valami ezen túl. Tehát van-e valami, amit a tudomány nem magyaráz meg? Létezik-e ilyen? És nehéz a kérdés, mert Egyrésztről nyilván egyre több mindent magyaráz meg a tudomány, és régen a villámot sem magyarázta meg, meg a nem tudom, napfelkeltét se, ez több ezer évvel ezelőtt. És akkor, ha valamit ma nem magyaráz meg, akkor, akkor az nem azt jelenti, hogy ezer év múlva se fogja megmagyarázni. De hogy, hogy akkor, akkor, most hogy van ez? Hogy, hogy most egyre szűkül a tudománynak a, a, a tudomány által nem megmagyarázott dolgoknak a, a tere, akkor ez jelente valamit. Szerinted, ha jóformán a kvantumvilágnak, ami igazából mindenünket áthatja, ilyen randomitása van, akkor mondhatjuk, vagy elképzelhetjük azt, hogy a világ meg a földi evolúció is ennek a közvetlen randomitásnak egy ilyen terméke, vagy hogy annak a kivetülése. Egyrészt, egyrészt valószínűleg, de erre, ehhez vannak, akik jobban értenek, és ebben most sem vagyok teljesen biztos, de azt gondolom, hogy valószínűleg az, az teljes sokszínűség, amit magunk körül látunk, és most ezzel alatt nem is arra gondolok, hogy, hogy mit én a biodiverzitás, hanem az, hogy vannak csillagok, meg bolygók, az kvantumfluktuációnak köszönhető. Tehát az, hogy nem volt egyenletes a a világegyetem a születésekor, vagy a születése utáni 10 a mínusz századikon nadik vagy akármi. Emiatt, hogy ott nagyon-nagyon pici egyenetlenségek voltak, ami kvantumfluktuációnak tekinthetőek, emiatt aztán, amikor sokszorosára tágult, akkor is voltak, akkor is fennmaradtak ezek a, a sűrűsödések és hígulások, és ahol sűrűsödés volt, ott a gravitáció ezt elkezdte felerősíteni, és ebből jöttek létre a galaxisok. Vagy hát a galaxis halmazok, és azokon belül a galaxisok, meg azon belül a csillagok. Tehát tulajdonképpen, ha nem lett volna kvantumfluktuáció, akkor ma is egy tökéletesen homogén univerzum lenne, amivel nem tudunk, amiben semmi se történik. Mert hogy történni csak akkor tud valami, ha különbségek vannak. Ha minden egyforma, mm. akkor, akkor nincs történés. Tehát akkor az a, az a világegyetem hőhalála. Úgy, hogy nincs, nincsenek, nincs, nincs ami hajtsa a folyamatokat a sűrűből a ritkább felé, vagy a forróbból a hideg felé. Tehát ilyen értelemben mindenképpen. és De akkor az lenne, tehát hogyha, ha, de akkor arra gondolsz, hogy olyan mértékben homogén, hogy a teljes mértékben hibátlanul homogén? Mert, hogy a... Igen, ha teljes mértékben hibátlanul uh -huh. homogén lenne, ezt a kvantum fizika nem engedi meg. Uh -huh. Mindig vannak kvantumfluktuációk, És itt felmerült a kérdés, hogy mi a semmi? És a semmi, azt, a, azt uralja a kvantumfizika, a véletlen kvantumfluktuációk jönnek és mennek folyamatosan, és, és valószínűleg a, a világéltem struktúráját ez alakította ki. De... wow Fú! Nekem még volna egy ilyen kicsit filozófiai jellegű kérdésem. Az idén Elon Musk azt mondta, kijelentette, és ez nagyon nagy vízhangot kapott, hogy szerinte ő meggyőződése vagy, ő szerinte uh, egy szimulációban élünk. Tehát ez az egész egy szimuláció mondottad volt, hogy hív -e ember vagy, te hogyan viszonyulsz ez a kérdéshez? Hát egyrésztről mit jelent az? Tehát nyilván most, amikor Elon Musk azt mondja, hogy szilánszerűen élünk, akkor ő csak nem tudom, biztos valamelyik részvénynek az árfolyamát akarja megváltoztatni. Tehát ez, <síns> <laughs> igen. Vagy nem tudom, akik imponálni akar ezzel, nem tudom, de tehát mit jelent az, hogy szimulációban élünk, és akkor, és akkor vannak, akik komolyan veszik ezt a kérdést, mármint értem, hogy a kutatók közül, akik úgy gondolják, hogy jó, akkor akkor próbáljuk meg megérteni, hogy mit jelent ez a kérdés. Nem azért, mert Elon Musk feltette, mások is már ezt. Ez, ez, egy, ez egy igazából majdnem, hogy gyakran felvetett dolog, nem. hogy ez lehetséges. És akkor valaki azt mondja, de most én nem emlékszem, kristálytisztán, hogy hogyan, de de valamilyen úton, módon azt valamit kitaláltak, de nem emlékszem, sajnos, hogy mit, hogy hogy valamit ki lehet számolni, ami ha ennyi, akkor szimulációban élünk, ha annyi, akkor meg nem. Tehát, hogy olyasmire, olyasmire gondolok, hogy hogy a szimulációt valamilyen intelligens légy alkotta, az hozta létre, és akkor, és akkor a véletleneknek, a bizonyos véletlenek előfordulása az más eséllyel bír. Mondjuk, mint ahogy, hogyha van egy száz számunk, akkor arra nagyon profi módszerek vannak, hogy megmondjuk, hogy ezt a száz számot egy ember találta ki, és próbált véletlent mondani, vagy egy gép valódi. Hát, valamilyen értelemben valódi véletlen és akkor ilyen értelemben próbálnak, próbálnak, erre valamiket mondani, hogy, hogy mit kéne látnunk, ha szimulációban élnénk, és akkor a készen, igen. számokat meg igen, hogy ezt ezt nem a, felé, a, hogy a, a... De nem, hogy akkor megnézzük a, ezt a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást, mondjuk, ami az ősrobbanás után 300 ezer évvel keletkezett, és, és, azóta átlátszó az univerzum, ezért azóta is azt látjuk. Amikor de, de amikor... Hogy, hogy, csak? Én azt hittem, hogy az szinte majd, hogy nem az ősrobbanás pillanatától kezdődően létezik az univerzum, igen, de, az, de nem ez, úgy, nem ez a, a, a sugárzás az nem. Külön. Nem, ugye ott az volt, hogy az univerzum, ahogy tágult, hűlt, és amikor 300 ezer éves volt, nagyságrendel, vagy körülbelül akkor, akkor hűlt ki, mondjuk 3000 fokosra. És amikor 3000 fokosra hűlt, akkor tudtak tömegével létrejönni az atomok. Az előtt... Addig volt ez a plazma. De nem az a plazma amit én mondtam, hanem sima elektromágneses plazma, ami azt jelenti, hogy ionok, vagy atommagok és elektronok. És olyan nagy volt a, a, a hőmérséklet, meg olyan gyorsan mozgott mindenki, hogy folyton leverték az elektrókat egymásról. Mondjuk így. És miután töltöttek voltak, ezért nem volt átlátszó. Mert a, a levegő azért átlátszó, mert nincsenek benne töltések, a fény az a töltésekkel hat körül. Mm -hmm. És mert nincsenek töltések a levegőben, hanem mindenki semleges, hát aztán persze belülről már nem, de úgy nagy, kívülről, messziről nézve semleges, ezért a fény átmegy, de akkor... 300 éves korában annyira forró volt, hogy nem volt átlátszó a fény számára, és utána kihűlt, akkor az utolsó fény, ami akkor lett, az úgy maradt. Azóta az ez van mindenhol, mert azóta lett átlátszó, és az mindenhova terjed. És ezt látjuk, ezt a 3000 fokot, csak nem 3000 foknak látjuk, mert a világegyetem tágul. És amilyen régen ez volt, mondjuk, ahhoz mérten ez nagyon nagy ilyen úgynevezett vörös eltolódást szenvedett. Hmm. Hogy ami Távolodik tőlünk, azaz vörösebbnek látszik, és a 3000 fok helyett ez 3-kelvinesnek látszik, amivel vörösebb, és az univerzum, akár merre nézünk, akkor ez a 3-kelvines. Ez emiatt van. És akkor ennek a mintázataiban próbálnak például keresni dolgokat, hogy ha szimuláció, akkor kicsit máshogy véletlen fluktuációi vannak, mint ha nem. Azt hiszem valami ilyesmi van, de ezt el tudom képzelni. Én leragadtam még ennél a tökéletesen homogén és, és amiben konkrétan semmi nem tör. Hát lehet, hogy akkor tényleg az, én ezt elfogadom semminek és saját világomba, hogy akkor végül is a, a gravitáció is tulajdonképpen a kvantumfluktuációnak köszönhető, ilyen értelemben, mert hogyha egy tökéletesen homogén rendszerünk lenne, akkor ott nem léphetne föl a gravitáció, nem? Hiszen... Hát igen, tehát maga a gravitáció ez nem a kvantumfluktuációnak köszönhető, illetve nem tudjuk a gravitáció minek köszönhető, hogy van gravitáció, hogy... Hogy maga a kölcsönhatás létezik. létezik de az, igen. hogy a gravitáció tud valamit csinálni, az már annak köszönhető, mert ha minden homogén lenne, akkor senki nem hatna gravitációra. Minden, mindenki egy, hatna. Egy csak egyenlő erő. Igen. De akkor akkor itt a következő kérdés, köszönöm, hogy feltetted. Helyettem, hogy van bármilyen magyarázat vagy ötlet arra, hogy miért létezik gravitáció? Hát ugye, tehát pontosan így működik a tudomány, hogy megnézzük, hogy jó, de miért megy a nap állandóan innen oda, minden reggel, este. És akkor azt mondjuk, hát azért, mert van gravitáció. Jó, de miért van gravitáció? Ugye? tehát És akkor így halad előre a tudomány, persze itt rengeteg kérdés volt közte, vagy a részecske fizikában, hogy jó, de mi alkotja az anyagot? Az atomok. De mi alkotja az atomot? Az atommag, meg az elektron. De mi alkotja az atommagot? És akkor így megyünk tovább, és, és a tudománynak mindig az a, az a célja, hogy valami kicsit egyszerűbbel, Magyarázzon meg kicsit több dolgot, mint eddig. És akkor ez már egy óriási előrelépés, mondjuk a korábbiakhoz képest, hogy tudjuk, hogy van ez a négy kölcsönhatás, amit az elején mondtam, elektromágneses, erős, gyenge és gravitáció, hogy erre a négy dologra tudtunk mindent szűkíteni. A lámpa világításától, a nem tudom, bornak a létrejöttét a szőlőcukorból, meg az akármiből, ez mind, mind ugyanaz az egy elektromágnesesség megmagyarázza vagy hogy a hold, meg a nap, meg a leesik, az mindent a gravitáció, ez egy nagy előrelépés, az, hogy és a gravitációt mi magyarázza meg, azt nem tudjuk. Tehát, tehát az van, hogy mi a húrelmélet magyarázza meg. Ugye, hogy a húrelmélet az, az, az egészet egybe megmagyarázza, hogy akkor a húrok rezgése okozza az elektronálisaséget is, meg a gravitációt is. Mindig így haladt előre a tudomány az elmúlt pár száz évben, hogy sok dolgot sikerült összevonni és uh -huh. egy elmélettel megmagyarázni. Csak az a baj, hogy a húr elmélet az nem is, nem is biztos, hogy elmélet, abban az értelme, hogy matematikailag nem koherens talán, vagy nem világos teljesen, és azon kívül, hogy ilyen szépen megmagyaráz dolgokat, azon kívül nem lehet tesztelni, hogy igaz-e. Uh -huh. tehát, tehát ezért szeretnénk, hogy pontosan az ilyen kérdések miatt szeretnénk azt, hogy tovább tudjunk lépni, és azt is meg tudjuk mondani, hogy na de a gravitációt mi okozza. És akkor, de ha erre végig gondoljuk, hogy hogyan néztek ki az egyenlet, hogyan néztek ki az elméletek így a évszázadok vagy évtizedek folyamán, akkor mit szeretnénk? Hát az, hogy legyen egyetlen egy dolog a világon, mindent az az egy dolog magyarázzon meg, és azt az, az, az egy dologot az egy egyenlet írja le. És akkor, és akkor hát az nagyon szép lenne. De hát ki mondta, hogy az univerzumot szép egyenletek és elméletek írják le. Mi van akkor, ha nem? Mi van, ha semmilyen elmélet nem írja le? Mi van, ha egy nagyon csúnya elmélet írja le? Mi van, ha a matematika, amit mi találunk ki szintén, párhuzamosan a fizikával, az nem tartott, hogy le tudjuk írni azt az egy egyenletet, vagy azt a százat. Tehát, tehát ezek nagyon-nagyon messzire vezető kérdések. Végső soron mindenki ezen gondolkozik, uh -huh. hogy, hogy, hogy akkor hogyan tovább, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a fizika, a matematika, meg a, a filozófia is kéz a kézben jár, és próbálja egymást támogatva mindig egy kicsit valahogy előrébb lépni. De mindezt igazából nem csak ennek a, azzal a célral, hogy megértsük, hanem azért azzal is, hogy az életünket is valahogy jobbá tegyük. Persze. Tehát, hogy hogy valami technológia is szülessen belőle szóval. A Gergő egy olyan kérdést intézett, ami, amiről az emberiségnek még nincsen válasza, és én is valami ilyesmire próbálok most föltenni. Hát a 1970-ben Vera Rubin megfigyelte az Andromeda galaxis halmazt, amelynek a szélén lévő galaxisok olyan gyorsan mozogtak, hogy azoknak ki kellett volna repülniük a, a galaxis <laughs> halmazból, hiszen a gravitációs erőhatás önmagában kevésnek kellett volna lennie, hogy az ott maradjon. És akkor gondolkodott azon, hogy Hát mi lehet ennek az oka? Azt mondta, hogy a, a, vagy az van, hogy a hibásak Newton gravitációs törvényei, amit a tudomány kapásból így lesöpörne az asztalról, vagy az van, hogy a világegyetemben vannak extra anyagok, ami a visszahúzó erőért felelős, de nem kimutatható. Na hát így jött a képbe az, hogy van nekünk most már sötét anyagunk, meg van sötét energiánk. Állítólag most ott tart a fizika, hogy a világegyetem megfigyelhető részének csupán 4,6%-át alkotja megfigyelhető anyag, 23% sötét anyag, és 72% sötét energia. Hát, hogyha most Mészáros Lőrincet idézném, ezt miből számolta ki? hát valaki. és egyáltalán, hogy, hogy mi ez? Mi ez? Egy fantazmagória? Hogy létezik egyáltalán, hogy, ez legyen? Hát igen, itt azért ennek van egy pár része, aminek van, amire van válasz a tudománynak, tehát ezt, ezt tudjuk, de az az egyet, sajnálom, hogy most olyan szempontból, hogy nem angolul van ez az interjú, hogy, hogy angolul van egy jó kis mondás, hogy, hogy nem felfedezték a, a antimattert, meg a dark mattert, hogy a következő lépcső, hogy felfedezték a doesn't mattert. t ennek semmilyen hatása <laughs> nincs semmire. <laughs> és, de de, a, de a, a ennek a sötét anyagnak ennek van hatása és tényleg az van, nem a galaxis halmazok, hanem van, a galaxisok, Ugye úgy keringenek, hogy a gravitáció vonza őket, és akkor, mint ahogy a műhold kering a Föld körül, van egy sebességük. Ha a Föld kétszer olyan nehéz lenne, akkor az a dolog, az kétszer olyan gyors. Hát mindegy, ha akkor gyorsabban kellene, hogy keringjen a Föld körül, vagy távolabb, vagy mit tudom én. És, és ilyen értelemben a hát látjuk a galaxist, a távoli galaxis, látjuk a fényét, a fényéből tudjuk, hogy mennyi anyag van benne, mert a csillagokra vannak ilyen jellemző relációk, Tudjuk számolni, hogy mennyi a tömege, és akkor tudjuk, hogy milyen gyorsan kell, hogy keringjen az a galaxis, vagy hát forogjon, de nem úgy forog, ahogy mondtad. És hát akkor, akkor nem világos, hogy ezt mit csinálja. És pontosan ez van, hogy az egyik lehetőség az az, hogy van ott még valami, ami nem fényes, ez a sötét anyag. Ez lenne a sötét anyag, vagy nem jól ismerjük a gravitációt. És mert ugye azt csinálja ezt a forgás, vagy egyáltalán a. Amit én a sebességet, meg a téridőt, meg az akármit nem jól ismerjük. És hát az van, hogy mindkét irányban elindultak, a, a téridő, meg a gravitáció működésében nem sikerült hibát találni. Tehát egyszerűen ott ott, ott az, az nagyon úgy tűnik, hogy akármit csinálunk, az egyenleteink mindent jól leírnak. És ez nagyon furcsa, ha egyedül azt az egyet nem írják le. Tehát akkor akkor az, de nem sikerült úgy módosítani, hogy minden működjön, és még az is megjavuljon. Úgy meg lehet javítani, mondjuk a gravitáció elméletét, hogy hogy igen, a galaxis azért kering gyorsabban, mert ide még be kell írni egy plusz tagot, csak hogy akkor a hold nem olyan gyorsan keringen a Föld körül. És hát akkor az, azt viszont látjuk, tehát még jobban látjuk. Úgyhogy igen, és akkor a másik gondolat pedig az volt, hogy akkor valami van ott, ami, ami sötét, és azért. És akkor erre viszont a részecskefizika kezdett el válaszokat keresni, hogy akkor hát mi ez a sötét anyag, remélhetőleg ez is valami részecskékből áll. Ugye, és akkor keressünk ilyen részecskéket, csináljunk nagy részecskegyorsítókat, gyorsítókat, ahol egymásnak ütköztetjük a valamiket, és akkor hát, ha kirepül belőle egy ilyen sötét anyag. Amit ugye úgy fogunk látni, persze vagy úgy látunk, mert ha az megint hát sötét nem észleljük, akkor ezzel nem vagyunk előrébb, hogy össze, ja, hát persze, ott kirepült a sok sötítők, de azt megint nem láttuk, ugye? akkor kész, jó, meg de nem. Hanem azt gondoljuk, hogy mondjuk az a sötét az szétesik valamire, amit viszont majd látunk. És akkor keresünk valamit, ami a semmiből jött két részecske, mondjuk. Vagy tudjuk, hogy mennyi energia ment be, amikor az ütközés történt, és hmm. akkor utána megnézzük mindenkit, aki kijött, és, és valamennyi hiányzik. Akkor az vagy valaki közben ellopta, vagy az akkor az lenne a sötét anyag, vagy valami ilyesmi. De hát ez se vezetett eredménye, Úgyhogy most itt állunk, hogy, hogy tényleg látjuk, hogy a galaxisoknak az ennek megfelelően a, én, valamekkora részét látjuk, valamekkora részét nem, tehát akkor az kell, hogy legyen a sötét anyag. Annyiban kiegészteném ezt a százalékot, amit mondtál, hogy a 4,6 százalék annak a töredéke az, ami csillagok formája. Valami olyan, mint 0,07% az, ami a, ami a csillagokban. A többi az a csillagközi por, meg egyebek, ami nem a galaxisokban látható anyag formájában van jelen, hanem egyéb, de a hagyományos anyag. De tényleg, ami csillagokban van jelen, az nagyon kevés. Na mindegy, de, de azt, azt el tudjuk helyezni, azt tudjuk, hogy ott mi hogy van, és akkor. Hát ez viszont nem világos, és ezért az lhc ez is volt az egyik célja, igen, sötét, hogy, 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 ezt megtalálja, de hát egyelőre nem sikerült neki. És az meg, hogy, hogy, ezt miből számolták ki, hogy, hogy hány százalék, azt egyszerűen egyenletekből, tehát pontosan így, hogy hogy forog a galaxis, és akkor látszik, hogy melyik kell, hogy legyen, de a sötét energiát is, ha még behozok a képbe, akkor nem is az a kérdés, hogy miből számoljuk, ez mit jelent egyetlen ez a század? Ezt akartam mondani. Meg De ez az... Mi az a sötét energia? Mi a különbség a sötét anyag, meg a sötét energia között? Az egyik gondolom az, hogy materi materiális, vagy nem tudom, effektíve ilyen Igen, tehát... fizikai kiterjedése? Igazából tehát véletlenül hasonló a neve, mondjuk azt, tehát semmi köze az egyiknek a másiknakhoz, csak annyi, hogy nem tudjuk, hogy mi az és akkor erre az a sötét jutott eszébe az embereknek ez a szó, hogy ez van. Nem, tehát nincs igazából köze egymáshoz, a sötét energia az egy másik problémából jön, az abból, hogy egyrészt az univerzum létrejöttekor is kellett, hogy legyen valamilyen energiának, ami a tágulást hirtelen felgyorsítja. Mert ha nem lett volna ez, és úgy tágult volna a világegyetem, akkor nagyon máshogy néz neki mint ahogy most kinéz, akkor sokkal nagyobbak lennének ezek a bizonyos fluktuációk, amiről itt korábban beszéltünk. Tehát azt látjuk, hogy ez a mikrohullama háttérsugárzás, mert nézzünk, hogy arra hány fokos, meg arra hány fokos, meg arra, meg minden irányba hány fokos, és mindenhol ugyanannyi fokos. Hm. De hogyha ez a fénysebességgel, vagy annál nagyobb sebességgel tágult, akkor, akkor hogy tudott pont ugyanannyi fokra kiegyenlítődni? Vagy hogy lehet az, hogy a világegyetem minden irányba nézve ugyanolyan sűrű kb. Hogy lehet ez, hogyha ezek, ezek soha nem találkoztak egymással? És akkor azt gondoljuk, hogy valahogy amiatt van, hogy kezdetben sokkal kisebb volt, akkor még ki tudott egyenlítődni, majd hirtelen valami felfújta iszonyatosan. És akkor ez, ez a sötét energia, amire szükség van ahhoz, hogy az egyenleteink megmagyarázzák, hogy hogy néz ki a világegyetem. Másrészt azt is látjuk, hogy ma gyorsulva tágul, amit Hát szintén a normál anyag nem tud megmagyarázni, meg a sötét anyag sem, mert az mind csak vonz. Uh -huh. Ahhoz, hogy gyorsuljon, ahhoz kell valami, ami taszítja, mint egy feldobott kő, ami egyszer csak rágyorsít. Ugye ez, hogy, hogy tud rágyorsítani? Hát akkor valami plusznak kell ott lennie, valami ezoterikus vagy egzotikus dolognak, és akkor ez a sötét energia, amiről még annyit se tudunk, ez a sötét anyagról tudjuk, vagy sejtjük, hogy valami, ami gravitál, ami, ami egy olyan anyag, ami ott úgy koncentrálódik, meg, meg Reméltek, valami részecske is. De a sötét energia az az is lehet, hogy ez egy tag egy egyenletben. Semmi más. De, most, bocsánat, de az van, hogy igazából a részecskék se biztos, hogy mások, mint egy tag egy egyenletben. Tehát ezt a poharat, ezt látom, ez itt van, ezt meg tudom fogni. Akkor egy atomot, hát ez ugye ez már nem annyira látok, de mondjuk az elektromikroszkópban még azt azért meg tudom nézni. Most egy elektron, az már kezd nagyon zűrös lenni, mert azt aztán az elektromikroszkópással se Jó mondjuk akkor, amikor a képcsöves tévébe becsapódik a izé, akkor az az esemény, na az az elektron. De ahogy megyünk még mit kvarkok felé, ott már teljesen elveszítjük a fonalat, hogy, hogy, most az milyen értelemben létezik. Tehát jó, ott van az egyenletünk, beleírjuk, hogy kvark, és akkor kijön, hogy tényleg annyi a nem tudom, hatáskeresztmetszet, vagy úgy szóródik a részecske, ahogy, ha van kvark. Na de most ez a létezésnek azért egy más szintje, mint ahogy ez a pohár létezik. Tehát hát ebből a szempontból roppant nehéz lehet a dolgotok egy, -egy ilyen hadról ütközhetőnél, hiszen azt mondjuk, hogy van Higgs bozon, és akkor egyszer csak valaki föl kell, hopp, na, én megtaláltam, mert hogy látszik, nem látszik? Jön egy egyenletbe, aki kijön majd a számítógépen, na akkor annak kell lennie? <hállt> hát igen, tehát akkor ott is, ott az olyasmi módon keresték a Higgs bozont, mint ahogy a sötét anyagnak a részecskéit, hogy csak ott a Higgs bozonnal az volt a szerencse, hogy ezt előre lehetett tudni, hogy annak mit kell tudnia csinálni. Ezért mm -hmm. próbált, ugye úgy zajlik a részeske fizikának az alapmódszere, mintha egy autóba bele akarnánk nézni, hogy miből áll az autó, hogy működik, de nem tudunk belenézni, mert nem tannyira kicsi, és akkor összeütközhetünk két autót, és akkor kirepül belőle minden, és akkor, na, akkor onnan tudjuk, de nem csak azt tudjuk meg, hogy mi van benne az autóban, hanem egyet, hogy mi létezhet elég sok ütközést csinálunk, akkor lehet, hogy egy bicikli fog kirepülni, mert megolvad a lemez, úgy folyik, hogy pop egy bicikli vázvérten összeáll, meg egy bicikli kerék, meg akármi. Aha. Elég sokszor ismételjük meg, akkor nem csak azt tudjuk meg, hogy mi volt abban benne, hanem az, hogy mi létezhet. És erre ezt a végtelen majomtételt szokták mondani, nem tudom, találkoztatok-e vele már, hogyha végtelen sok majmot leültetnek a mindeniket egy-egy írógép elé, és, és random nyomkodják a billentyűket, akkor véde, véges időn belül legépelik a Shakespeare összest uh -huh. is, várhatóan. És tulajdonképpen pontosan erről van szó, hogy csináljuk a sok-sok ütközést, és ha elég sokat várunk, akkor egyébként mindenbe fog következni, ami csak lehetséges. Csak az a feladatunk, hogy kiválasszuk, hogy, mert az összeset végignézni az nagyon nehéz. Hogy valahogy kicsit válogassunk előre, hogy ki az, akinél van esély arra, hogy mondjuk Higgs bozon akinél van esély arra, hogy megtaláljuk, és akkor ezeket szétválogatták, és akkor tényleg, tényleg lett pár olyan esemény, amiben olyasmi folyamat történt, ami, ami, teljesen leírható a Higgs bozonnak a létezésével, és akkor, akkor hát ugye, ha, ilyen hatáskeresztmetszetek lényegében, amit az elején említettem, ezek úgy jöttek ki, ahogy a Higgs bozon léte megjósolta, és akkor aktiválódott a Feynman mondása, ha nem mond ellent a kísérleteknek, akkor nem hibás. De hmm. csak ennyit tudunk persze mindig mondani, hogy nem hibás. Akkor, amikor ti a Rignél csináltok egy-egy ilyen ütköztetést, akkor ez úgy kell elképzelni, mint valami ünnepnapot. Tehát, hogy mindenki fel van spanolva, és úristen, most mi fog történni? Mennyi idő alatt egyáltalán ennek a fölkészítése, vagy effektíve az ütközésnek a létrehozása? Hát ez is évtizedekig tervezik és építik az egészet. De most már az van. most már, amikor megvan, akkor úgy, hogy évről évre ki kell találni, hogy na most idén mi a program, mi, miket ütköztessünk, vagy vagy milyen, milyen fizikai kérdéseket vizsgáljunk, akkor ahhoz pontosan mi kell, és akkor ezt úgy évről évre kitalálják, és mondjuk a RIC-nél ott, 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 ott november-december körül indul be általában a buli, hogy akkor először a, a gyorsítót próbálják úgy szép lassan lehűteni, akkor belevinni részecskéket, hogy na, Működik-e még, akkor stabil-e még, akkor ezek a részecskék nem folyamatosan vannak a gyűrűben, hanem ilyen csomagokban keringenek, és két gyűrű van egymással szemben tulajdonképpen, és ahol keresztezik egymást, ott kell lennie mindig a, ezeknek a csomagoknak talál, a találkozásának. És akkor be kell hangolni, hogy jó, akkor ilyen csomagokra bontani a, nem tudom, nyalábot, akkor azokat beszinkronizálni, és akkor ezzel így folyamatosan ezen dolgoznak pár hetet. És akkor az tényleg mindig egy nagy pillanat, amikor na, az első ütközés. De utána nagyon gyorsan követi a többi, mert másodpercenként egy millió. Ja. Tehát, hogy, hogy ezt bekapcsoljuk, és akkor, és akkor megy, kisebb-nagyobb szünetekkel, vagy esetleg üzemzavar esetén nagyobbal, megy egy pár hónapig, és akkor fölveszünk sok milliárd ütközést. Egy év alatt, vagy hát egy pár hónap alatt, amíg ment. a gyorsága. És akkor rengeteg adatból valaki látja, hogy na, ez itt valami nagyon különleges. Igen, tehát igazából a, a, mi feladatunk az az, hogy, hogy kitaláljuk, hogy mi a jó kérdés. És akkor ami nekünk rendelkezésre áll, az az, hogy ott van az egymilliárd esemény, mindegyik eseményben ott van a, mondjuk a részecskék listája. Ehhez persze más fizikusok rengeteget csak ezen dolgoznak, hogy abból, hogy a egyik detektor ennyi volt, annyi volt, amannyi volt, feszültség jött ki a drótból, meg mit abból átkonvertálják ilyen értelmezhető adathalmazra ez, ilyen kalibrációnak hívják, én nem pont ezzel foglalkozom általában, amivel én foglalkozom, akkor már rendelkezésre áll, hogy na, itt van az esemény, ebben ilyen részecskék voltak. Ott a következő, abban ilyenek, amolyanok, és már az gigantikus sok, nem tudom, petabajtos adathalmaz. És akkor az a kérdés, hogy mit kell ebből megnézni? Hogy mondjuk, hány részecske jobbra, és hány balra? Hát, ez nem túl érdekes, ebből sok minden nem derül ki, de mondjuk abból, hogy mondjuk így volt az ütközés, és akkor erre az ilyen merőleges síkban, hogy milyen a részecskéknek a szögeloszlása, ebből kiderül például, hogy ennek segítségével már meg lehet határozni, hogy mennyire folyékony mondjuk ez az anyag, az derül ki. És akkor ez a feladat, hogy kitalálni olyan okos kérdéseket, és utána azt megválaszolni. Vagy mondjuk olyat, hogy hány ilyen energiáról részecske keletkezett, hány amolyan energiájú, és mit én száz különböző tartományt definiálni, melyikbe hány keletkezett, akkor abból kapunk egy ilyen eloszlást, és ennek az eloszlásnak a meredeksége megadja, hogy hány fokos, vagy hát mennyi volt a hőmérséklet ennek az anyagnak. Ezt csináljuk, hogy egyrésztről kitaláljuk, hogy, hogy mit kéne megmérni, másrészt megmérjük, harmadrészt meg modelleket fejlesztünk, amik utána segítenek értelmezni. Hát, nagyon köszönjesen akarok fogalmazni, de akkor az ilyen tű a szénak az abba a keresgélés, nem? Hát ab, különösen, különösen az, amikor ezeket a ritka részecskéket keresik, akkor aztán tényleg arról van szó, hogy felvettünk 10 milliárd ütközést, és találjuk meg, hát ha nem is azt az egyet, mert egy az valószínűleg nem bizonyítana semmit még, de azt a tizet, amiben valami különleges történt. Okay. És akkor van, van, akinek csak ez a munkája, hogy kitalálja, hogy hogyan kell szűrni az eseményeket, hogy, hogy már eleve olyat vegyünk föl, olyat mérjünk meg, tehát olyan eseménynek az adatait vegyük fel, amiben van valamekkora esélye erre. Mert ha az összes eseményt felvennénk, akkor főleg reménytelen lenne, valamit muszáj előszűrni. Mondjuk azt, hogy, hogy keletkezzen legalább egy, vagy tény nagyon nagy energiás részecske, és akkor mondunk valami limitet, hogy na ennél nagyobb benne. Mert ha egy se keletkezett olyan, akkor valószínűleg olyan részecske, akinek nagyon nagy volt a tömege, az például nem lehetett, mert az a nagyon nagy tömegű, amikor szétesett, akkor nagyon energiájú részecskék kellett, hogy szétessen. És akkor ilyesmiket kitalálnak, hogy milyen előszűréseket lehet csinálni már az adatfelvételkor, hogy ami nem érdekes, azt el sem mentsük. Csak elvesünk minden tizediket. Még tovább, még tovább, még tovább, és akkor leszűrünk tízezer, és a tízezerből már meg tudjuk találni azt mm -hmm. a tízezer. Nem kell attól félni, hogy mint egy science fictionben, hogy lesz egy akkora hadronütköztető, hogy majd egy fekete lyukat fog létrehozni, és beleszívja magát? Hát egyrésztről, egyrésztről a, a, ez is van egy ilyen sztori, hogy egy kollégám mesélte, hogy Amerikában, amikor ezt a riket bekapcsolták, akkor ez, még a New York Times-ban is írtak erről, hogy majd a fekete lyukat létrehozza a Long Island Atom Smasher, vagy nem tudom, és akkor ez te benne volt a közbeszédben, és ők meg a sziklás hegységben kirándult a családjával, leparkoltak és akartak túrázni, de nagyon elment az idő, és messzire jutottak, már nem tudtak volna visszaérni, és akkor a, ez a kollégám mondta, hogy visszastoppol a kocsihoz, és, és a családja megvár, és nem felveszik. És tényleg valaki fölvette, és elkezdtek beszélgetni róla, hogy hát ki mivel foglalkozik, és ott mondta, hogy igen, a Long island -i gyorsító, és hú, és a fekete lyukkal, hogy van meg minden, mert ez is az emberen látszódott, hogy ő tényleg kicsit ettől fél, hogy majd amikor ezt bekapcsolják, hát, hát ez óriási baj lesz, és, és ahogy ott utaztak a, a kanyonokban, azt érezte ez az ember, ez a kollégám, ezt mesélte, hogy, hogy lehet, hogy a sofőr majd balra rántja a kormányt, és ezzel megmenti tulajdonképpen a világot. Tehát tényleg ekkora valós félelem volt egyes emberekben, de de hát nagyon, nagyon határozottan lehet állítani, hogy, hogy ez két okból nem valószínű, vagy hát extrém kicsi az esélye. Az egyik az az, hogy az egyenletekből látjuk, vagy bizonyos dolgokból látjuk, inkább úgy fogalmazok, hogy a fekete lyukak párolognak, és minél kisebb, annál gyorsabban párolog relatív. Ezt a Hawking sugárzásnak. És a nagyon kicsi fekete lyuk, az már hihetetlenül gyorsan párolt. Amíg egy nagy fekete lyuk, az ettől a Hawking sugárzástól létezhet 10 a tíz századikon évig, vagy akár miféle nagy ideig. Itt az is elpárolok, de, de ha nem szippant új anyagot magába. Hmm. A kisebb, az csak 10 a tizediken évig, vagy csak tíz a akár évig, és a nagyon kicsi, az meg csak, csak mit te, évekig, vagy percekig, vagy másodpercekig, és olyan mikroszkopikus feketejük, ami egy gyorsítóban keletkezhet, az viszont annyira rövidig létezik, hogy az azonnal ott megsemmisül. És a nagy kérdés az az, hogy ha van ott egy fekete lyuk, és az tényleg elpárolog, ez fotonokra párolgást jelent, akkor meg tudjuk-e találni? Ki tudjuk-e találni, hogy mi, milyen szignatúrája vagy jele lenne annak, hogy egy fekete lyuk elpárolgott? Akkor hogy milyen fotonokat kellene keresnie? ehhez, és akkor erre vannak gondolatok, és keresnek ilyen fotonokat, de egyelőre én azt hittem, hogy már sikerült létrehozni mesterségesen ilyen fekete lyukat, nem? Nem, nem, mesterségesen fekete lyukat nem sikerült, az annyira, tehát ilyen, ilyen nagyon mikroszkópikusat lehetne, részeske lehet gyorsítóban lehet, hogy lehetne, valószínűleg extrém kicsi az esélye, és a kísérletek is azt mutatják, hogy nem, hogy nem jött még létre, vagy nem, nem, nem biztos, hogy meg tudnánk találni, de, de ha igen, akkor nem volt. És, de ha ez létre is jött volna, akkor semmilyen hatása nem lenne rá. Uh -huh. De az ennél sokkal erősebb érve az, hogy ilyen részecskegyorsító nem csak itt a Földön működik, hanem a minden csillag körül és a világ űr minden pontján tele van óriási energiájú részecskékkel. Itt is záporozzák a Földet folyamatosan a, a kozmikus részecskék, meg a napszél, meg mindenféle forrásból jönnek ezek a részecskék, amiket a Föld mágneses terül eltérít, de egyébként folyamatosan ütköznek, neki ütköznek a hold felszínének, vagy a fölső légkörnek, vagy a világűrben ütköznek egymással. És ha ennek lenne esélye, akkor ez már a világűrben bekövetkezett volna. Mit gondolsz, hogy az emberiség mikor fog eljutni, hogy ezekre a nagy kérdésekre választ kapjuk? Annyira gyorsan változik a tudomány, a technikai fejlődés olyan gyors ütemű, hogy elképzelhető, hogyha nem is a mi, de mondjuk a gyermekeinknek a, 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 az életében, egy némely ilyesféle kérdésre vált kaphatunk-e? Hát a gyermekeink életében nagyon-nagyon szeretnénk, hát ennél sokkal hamarabb szeretnénk választ kapni. Azokra a kérdésekre, amiket most fel tudunk tenni, azokra, azokra néhány tíz éves idő belül mindenképpen. Igen, hát... milyen kérdések foglalkoznak hmm. leginkább? Hát egy részről vannak olyan kérdések, amik foglalkoztatnak, és dolgozom rajtuk, és akkor remélem, hogy Pár éven belül azt én meg tudom válaszolni, de mondjuk tehát ezt azért állítani, hogy ezek a világ nagy kérdéseit, azok az egy -e kisebb kérdések, vagy néhány -e kisebb kérdések. Tehát én például kvantumstatisztikus korrelációkkal foglalkozom, amikor történnek ebben az ütközésben, és ennek a segítségével azt tudom megválaszolni, vagy azt tudom megvizsgálni, hogy ez az anyag milyen alakú, milyen az eloszlása, milyen a mérete, mert ugye amúgy ezt nem lehet látni. Mert annyira kicsi, hogy az, hogy, hogy ott ilyen egy femtométeres méretben honnan repültek ki a dolgok, azt nem lehet a detektorokkal kimérni, viszont van egy ilyen érdekes effektus, amivel meg igen. És akkor én ezzel foglalkozom, hogy próbálom ezt a, hogy a mi kutatócsoportunk ezt próbálja meg, megvizsgálni. Ugye, hogy egy femtoszkópia. Na de ez nem a világnagy kérdése. A világnagy kérdése az az, hogy hogy van ezzel a kvantum véletlennel. Vagy hogy van azzal, hogy a gravitáció és a részecskefizika, vagy a kvantumvilág az, hogy hozható össze. Én nem ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, azért is, mert ezekkel a kérdésekkel sokkal nehezebb foglalkozni. Ezekre, tehát Erre nem tudod, hogy tudsz-e válaszolni, erre nem tudsz egy öt éves pályázatot beadni, hogy öt év múlva uh -huh. megválaszolom és le is publikálom. Igen, hát az nagyon nagy, nem is tudom, mi kell, hogy az ember olyasféle kérdéseket tegyen föl magának, amire tudja, hogy, lehet, hogy az egész élete kevés lesz. Hogy én én csak megmondom, válaszol, hogy... ehhez az kell, hogy Nobel-díjas legyél, és már ne érdekeljen semmit. Tehát akkor <laughs> pontosan, mint én TOFT-tal több konferencián is találkoztam, egy híres Nobel-díjas fizikus, ő ilyennel foglalkozik, és már húsz éve, vagy sok éve ugyanazt csinálja. Nem, nem jutott előre, vagy mit, én vagy <coughs> jutottam, eddig jutott, de neki már mindegy. De ez mert... anyagi szempontból érted, vagy, vagy hogy? Hát egyrészt nem, nem is tehát ugyan, olyan értelme anyagi szempontból, hogy, hogy ő neki már nincs olyan kötelezettsége, hogy elérjen valamit. Mint hogy tudomány presztízsileg? Vagy... Mondjuk, mondjuk tudomány presztízsileg, vagy, vagy igen, tehát hogy publikálni, hogy, hogy csoportot építeni, uh -huh. mondjuk én a tudomány művelését, ahogy én művelem, nagyon úgy érzem, mint a, sportolók sportolóknál, hogy, 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 az, amivel ő foglalkozik, hogy ő legyen a leggyorsabb, aki az lefutja azt az adott távot, az csak őt érdekli, és akkor ennek érdeké már, mint önétem, hogy őt motiválja a legjobban, és ő próbál erre támogatást szerezni. És akkor amíg mit én a városom, vagy az országon, vagy a földrészen, vagy valamin belül nem ő a leggyorsabb, akkor, akkor ezzel tud foglalkozni. De amikor mondjuk Nobel-díjat kapott, akkor elért egy olyan nagy eredményt, amikor már nincs rajta kényszer, sőt, már igazából, már igazából azon nem nagyon tud túltenni azon a, azokon az eredményeken, és akkor valami nagyon nagy kérdéssel foglalkozhat, hogy akkor még nagyobbat kitaláljon, még, még érdekesebb eredmény és ilyen értelemben mondom, hogy, hogy ő neki akkor, akkor már nincs olyan értelemben tétje, hogy neki már nem kell semmit sem bebizonyítania, uh -huh. vagy, vagy nincs hova előrelépnie. Uh -huh. Úgyhogy tényleg azzal foglalkozhat, ami, ami érdekli, ami ki nem rúgják, mert ugye ma azt mondják, hogy a... Ugye, a, de most úgy értem, hogy mit tudom én, Angliában akkor a nyomás a Amerikában is, de Angliára mondják a legjobban, hogy annyira nagy a nyomás, hogy, hogy aki akármilyen eredményt ért el korábban, annak is évente mennyit kell publikálnia, vagy mennyi kutatási pénzt kell beszednie, mert hogy a, az egyetem is azon, azzal a kutatási pénzzel működik, amit a kutató behozott a tudományfinanszírozóba, hogy az egyetem megkapja a 20%-át rezsinek, és abból él az egyetem. Tehát, és a Nobel-díjasnak is be kell hoznia, különben, különben kirúgják, de azt hiszem a Nobel-díjas nem. Visszatérve arra, hogy mondjuk a gravitációnak a kérdése és a működésének a megválaszolása, azt gondolod, hogy egy belátható időn belül sikeresen? Hát igen, a gravitáció. Szerintem, ha a két legnagyobb kérdés az ez, hogy, hogy mi van ezzel a kvantumvéletlennel, meg, meg a gravitáció és a részecskefizika fizika összehangolása. Ezek. Igen, tehát ha mondjuk száz év múlva se jövünk rá, az nagyon durva lenne. 50 évre azt mondom, hogy. hogy 50 év, az, az még úgy realisztikus. Uh -huh. 20 éven belül kiderül, az, az, az már nagy szerencse. Tehát valahogy így helyezem el én így a skálákat, de hát ez persze semmit sem jelent, tehát lehet, hogy 10 ezer év múlva sem. Mit gondolsz úgy? önmagában arra a folyamatra, hogy ezek már annyira összetett és nehéz kérdések, hogy az emberiségnek csak egy nagyon minimális hányada képes ezen egyáltalán gondolkodni, vagy fölfogni, hogy, hogy ki fogja azt mondani, hogy itt van egy ilyen egyenlet, ezt így ö, publikáltam, szerintem ez így oké, okay, és valaki el fogunk eljutni mondjuk arra a szintre, hogy nem lesz ember, aki azt mondja, hogy lecsekkolom, és akkor hogy... Hát, ugye, de pont, pont ez a lényege a, a tudománynak, csinál. hogy hogy aki létrehozta az egyenletet, annak utána meg kell adni, de ez az része a feladatnak hogy megadja a receptet, hogy hogyan lehet leellenőrizni. Jó, és akkor valaki végigmegy, és azt mondja, hogy oké, okay, leellenőriztem, hát, és jó. Hát jó, de, na, de várjál, de mert az hogy, hogy, az egyik oldala a dolognak, hogy amit ő kiszámolt, az jó-e, hm. hogy, hogy az egyenlet, ami kijött, de nem, a, nem az egyenlet a végeredmény, hanem az, hogy utána azt mondja, hogy jó, és most nézd meg, hogyha ekkora energiában repül két proton, akkor minek kell keletkezni, és az én egyenletem azt mondja, hogy ennek. Aha. És akkor, tehát egy muszáj egyszerű receptet adni. Tehát ez nem matematika, mint a matematikában vannak ezek a nagy kérdések, mint a fermás sejtés. És akkor volt ez a, itt elfejtettem a nevét az orosz matematikusnak, aki, aki, nem tudom hány száz oldalon publikálta, és utána megkapta érte a nem tudom milyen nagy díjat, de azt mondta, azt nem kéri azt a nem tudom, egy millió dollárt, hogy mit mi csináljon vele. De minden esetre, Uh, kiszámolta a több száz oldalon át, és akkor utána valakik megpróbálták leellenőrizni, de hát az borzasztó nehéz leellenőrizni. Mert tulajdonképpen ott egy, arról van szó, hogy egy bizonyítást leellenőrzöl. Hogy, hogy, hogy a gondolatmenet minden lépése helyese, de hát uh -huh. száz oldalakon keresztül megy, De a fizika nem ilyen. Ott muszáj a végén valahogy visszacsatlakozni a valóságra. Egy kísérletet mondom, Muszáj ugye? így van azt mondani, hogy jó, és itt az én elméletem, és az azt mondja, hogy. Tehát amikor új elméleteket fejlesztünk, akkor, akkor, kettős a cél. Az egyik az az, hogy egyszerűbbek legyenek, mint a korábbi, mert ha bonyolultabb, akkor ez teljesen akkor ez fölösleges. Mert az, hogy van egy még egy plusz tag, ami után kiesik, az most azzal semmire sem megyünk. De hogy legyen egyszerűbb, valahogy egyszerűbben magyarázza meg ugyanazt az egyik, vagy hogy még több mindent magyarázza meg. És akkor az, hogy egyszerűbb, az, az, az a matematikai része, de muszáj, hogy, hogy valami töbletet megmagyarázzon, hiszen ezért, ezért kutatunk, hogy hogy lássuk, hogy amit eddig nem tudtunk megmagyarázni, most már azt is tudjuk, és akkor muszáj valamit a végén hozzátenni. És milliószor látni egyébként olyat, hogy megírja valaki a cikket abból, hogy hogy kiszámolta valamit, és akkor meghivatkozzák tizen, a következő mit én, pár évben, vagy százan, és utána jön valaki, Akinek leírja még egyszer ugyanazt, de ő már azt is hozzáteszi, hogy és ebből ennek milyen következménye van, azt meg tízszer annyian, vagy százszor annyian, és arra már nem is emlékszik hogy senki, ki volt az első, aki kiszámolta, mert azzal nem tudott senki semmit kezdeni. Így, ahogy mondod. Ezért fontos, hogy a végén ott legyen, hogy jó, de uh -huh. milyen belőle, vagy. És akkor most mi van? Uh, most van -e Európában a nagy hadronit köztető, illetve a rika amerikában de most épül egy még nagyobb, nem? Valahol. Hát nem, nem, tehát nem épül most még nagyobb, mert... nem van. Hát valakinek a tervében van, de, de ember tervez, a gazdasági helyzet meg végez, tehát, tehát az van, hogy, hogy pontosan amiatt, ahogy eddig fejlődött a részecskefizika, mindig az volt az elmélet, hát, hogy csináljunk egy még nagyobb gyorsítót, és majd megtaláljuk a következő részecskéket. De az lhc a Higgs bozonon kívül nem találtuk meg a következő részecskéket, és egyrészt ezért, másrészt azért, mert Hát azért nagyon sokat változott a világ, sajnos nem feltétlenül a jó irányba itt az elmúlt évtizedekben, akár abban, hogy a gazdasági helyzet is, is rosszabb, mondjuk most, akár, de a, de az nemzetek közötti együttműködés se feltétlenül javult eleget ahhoz, hogy egy tízszer akkora projektet meg lehessen csinálni. De ma az LHC-t sem lehetne megépíteni valószínűleg, uh -huh. és nem csak most pont itt, nem tudom háborús helyzetben öt évvel ezelőtt sem valószínű, hogy meg lehetett volna építeni az LHC-t, ha akkor kellett volna. És, és tízszer akkor át kell, ha, ha ez a cél, hogy még nagyobbat és még több energia. Is. De vannak ilyen tervek, tehát van a FCC-nek nevezett berendezés, aminek a Future Circular Collider tehát Teleg. a következő ütköztető, mondjuk így. És akkor ezen dolgoznak, most vicces hangzik, de tényleg dolgoznak rajta, én is ismerek, magyarok is dolgoznak rajta konkrétan számolnak ki dolgokat, tehát ez egy projekt, de hát az, hogy egy 100 kilométeres alagutat lehessen építeni, az kétséges, és hogy mikor. És ha ezt megépítik, akkor az 20 év, elkezdik építeni, akkor 20 év múlva fog működni. Tehát szóval... Hát ott a Boring kétség. Company. Így Akkor ők majd megcsinálják. A, még az alagút hagyján, de igen. És igazából amilyen területen én is dolgozom, ott igazából nem is ez a előrelépés, hanem az, hogy igazából kisebb gyorsítókat építünk, vagy visszanyúlunk a régiekhez. Mert hogy azzal, tehát egyik első mondatban ezzel kezdhet, hogy más hőmérsékletű, vagy más, nem tudom, tulajdonságú ilyen kvarkanyagot hoznak létre az LHC-nál, meg a RIC-nél, és pontosan ez van, hogy a, volt az ősrobbanás valamilyen, nem tudom, hőmérséklet ott az elején, valamikor, az LHC az majdnem ugyanolyat hoz létre. Wow. És ha felrajzoljuk ezt egy, mitén diagramon, akkor, ahol vannak, a, nem tudom, vannak annak valami érdekes tartományai, egy ilyen diagram, hogy feljétek rajzolva, szóval, akkor itt van a szélén az ősrobbanás, meg az LHC is ott van mindjárt a szélén. A rik meg ott van tőle ennyire, és az érdekes dolgok meg itt vannak. Úristen. Tehát most azt csináljuk, hogy, hogy, próbálunk lemenni energiában, és azzal ennek a ilyen fázis térképnek a feltérképezetlen tartományait is feltérképezni. A riknél is letekerjük az energiát, és a, például Németországban a GSI-ben um, egy kutatóintézet ott épül a Darmstadtban, ott épül a FER nevű gyorsító, ami ezt, ilyen kérdéseket fog vizsgálni. Japánban épül a, a J Parknak nevezett um, komplexumban egy ilyen kísérlet, meg hát a Dubnában, Oroszországban is épült, ott most ugye mindenkivel megszakadt a kapcsolat, de, de tehát a világon sok helyen igazából ez is egy másik irány. Nem az, hogy még nagyobbat építsünk, hanem most építsünk kisebbet, ami speciálisabb, és mm -hmm. akkor kicsit más jellegű kérdés. A ti az munkátok az valamilyenre összekapcsolható, például ahhoz, hogy fúziós autót létre lehessen hozni. Kínában már, mint hogy a. Nem, nagyon. extrém távolról, tehát amit a részecskegyorsítóknál mi kutatunk, az legfeljebb olyan módon, hogy a technológiák összeérnek, és valami mm. hasonló technológiát kell itt kifejleszteni, aztán ott is hasznosítható, vagy fordítva, de igazából. Nem feltétlenül, de de hát én is nyomon követtem ezeket a dolgokat, hogy hogy valóban. Hát ez, egyébként ez a Kína érdekes volt, hogy ki az író, hogy Kínában már, már mit tém, mi mindent elértek most itt hirtelen, de igazából az a kínai uh, kísérleti eredmény, az az összeurópai ITER berendezéshez hmm. kellett lehetett tudni, hogy jó, ezt is meg kell csinálni. Na, ezt a kínaiak csinálták meg, tehát ez nem az van, hogy Komolyan. előrébb léptek, hanem az az iter egy alprojektje volt igazából. Tehát ez Atya csak egy kicsit ilyen furán ment át a sajtón, de, de igen, tehát Amerikában is, meg van ez az ITER, meg sok helyen, sokféle módon kísérleteznek a fúzióval, és hát vannak ígéretes dolgok, de, de ugye pont amiatt, hogy 100 millió fok, kell hozzá, mint ami a nap közepében van, és ezt nem tudjuk semmilyen edénybe belerakni, ezért um, nagyon ez, ez, ez mind, tehát nagyon régóta az van, hogy húsz év múlva lesz meg, és most ez az egyik órámon mindig szoktam ezt idét, vagy ezeket a számokat mondani, hogy a, a jelenlegi gyorsító az odáig eljutott, hogy, hogy három, mit te hány, nem tudom, három vagy nem tudom, hány másodpercig működött, nem gyorsító, hanem ilyen kísérlet, ez ilyen fúziós berendezés, az három másodpercig működött, és ez alatt a három másodperc alatt fele annyit bele tudott táplálni, vagy fele annyi energiát tudott létrehozni, mint amennyit beletápláltak. Uh -huh. És akkor hát érezzük, hogy ez messze van az erőműtől. És akkor mondjuk a következő, ami még nem tudjuk, hogy hogy működik, de az már, mit tudom én, egy órán át fog tudni működni, és már ugyanannyit termel, mint amennyit befektetünk. Aha. közvetlenül a működtetés közben. Nem annyit, amennyi az egésznek a létrehozásához kellett, csak amennyit folyamatosan bele kell fektetni. Az azután következő, amire még elképzelésünk sincsen, <laughs> na az fog jól működni. Aha. És akkor ez a terv. Mi az álláspontod neked a atomreaktorok használatáról? Hát az atomreaktorok használatáról nekem abszolút az álláspontom, hogy, hogy egy óriási hiba ezeknek a visszaszorulása óriási problémát jelent, mert, mert, mert normál körülmények között egyszerűen hihetetlenül Nem vagyunk képesek jó. előállítani annyi energiát, amire szükségünk Igen, de annyira tisztán és, és um, kis területen kevés hátrányos következménnyel állít elő annyira sok energiát, hogy, um, hogy, hogy látjuk, hogy mi történik, ahogy visszaszorulnak, úgy jön vissza a szén. Mm -hmm. Tehát, és, azt, és azt viszont tudjuk, hogy a szénbány, egy mit én, mennyi szén, el, szén elégetési, ez a szénbányába hánya halnak meg, meg a felszíne hánya halnak, meg, meg a széndiokszid, meg a korom, meg a akármi miatt hányan halnak meg, és, és erre léteznek kimutatások, hogy egy, mint én gigawatt óra szén, ener, szénből nyert energia, elvált, és akkor, vagy, vagy ennek kapcsán hányan halnak meg, és nem tudom, évente tízezren, vagy nem tudom, vannak, vannak ilyen számok, még az atomerőműnél ugyanaz a szám tíz évente egy. Igen. És az is abban hal meg, hogy rácsukták az ajtót. Tehát... Az ellenzők között <laughs> nagy ellenérv az, hogy az elhasználódott hasadóanyagot nem tudják hova tenni, elássák a földbe, aztán ott majd az úgy sugárzik még, ki kéne lőni az űrbe, vagy mit kéne vele csinálni. Igen, tehát ez, ez tényleg egy probléma, hogy keletkezik hasadóanyag, de annyira kis mértékben, vagy úgy értem, hogy annyira kevés az térfogatban, nem tudom, hogy mi, miket hallottatok erről, de azt szokták mondani, ugye, hogy akkor hogy hát ezt el kell ásni, és akkor, hogy ilyen vízáró rétegek közé, majd a mélybe ilyen, ilyen tárolóba kell elásni. És mit, 50 éve vagy 70 éve működnek atomreaktorok, még egyet se ástak el soha sehova. Tehát annyira kevés ez az elhasznált fűtőnek, hogy jó, majd azt oda le fogjuk tenni, addig is tegyük csak így ide. Hát akkor lehet, hogy nem hasonló anyagot, de én láttam olyan képeket, hogy lehet, hogy a hűtővíz, vagy ami, vagy nem tudom, valamit, te vittek a föld alá, ilyen hordóban folyik ki, állítok, radioaktív sugárzású, és a De jó, igen, tehát sokféle dolog keletkezik az erőműben. Van az, van a, vannak az ilyen, de mondjuk nem vagyok a nukleáris technika most különösebb szakértője, tehát más okosabb, vagy mit én jobbat lehet, hogy jobbat mondaná, de keletkeznek a kis felezési idejű izotópok, amik tíz év felezési idővel, vagy száz év felezési idővel rendelkeznek, ezeknek sok, ezekkel sokkal kisebb a baj, mert ezt ez kezelhető. Sőt, hát egy nagy része az mit tűz, órás, vagy napos, vagy hónapos felezési idejű. Ez oké, okay, tehát ez okoz környezetkárosítást, hogyha nem figyelünk oda, de ez nagyon gyorsan elmúlik. Tehát ez, ez valóban előfordulhat, hogy ott lokálisan valami történik, de tehát össze kell vetni azzal, hogy mi az alternatívája. És még egyszer, a szén az sokkal több, tehát az ennek a sokszorosa. Tehát mindenféle ilyen dolog történt. Az igazán nagy dolog, ami a fő probléma, és nem megoldott, hogy keletkeznek százezer éves felezési idejű izotópok, ez az elhasznált fűtőanyagokban vannak ilyenek, és noha azt sejtjük, hogy jó, száz évig el tudunk valamit tenni. Valami nagyon jó záró, beton, acél, akármi beltesszük. De százezer év az olyan időskála, hogy, hogy azt egyszerűen, egyszer az, hogy százezer év alatt mennyi halmozódik ebből föl, meg hogy százezer év alatt mi történik, majd milyen kormány lesz százezer év alatt, valaki mit kezd azzal? És sejtem. Százezer <laughs> év, ez durva, de igen, tehát... tehát az, 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 kontrollálhatatlan. És akkor erre van, hogy jó, jó, mélyre a vízáró rétegek közébe tesszük, és akkor ott ott legalább földrajzi folyamatok elől biztonságban vannak, de az emberiség elől azért nincs biztonságban. Tehát ez a, ez a nagy nehézség. De igazából erre meg szerintem az a válasz, hogy atomerőművekkel igazából valószínűleg száz évnél többet nem kell kihúznunk. Tehát száz év múlva biztosan, ha meggondoljuk, hogy mi volt száz évvel ezelőtt, száz ja. uh -huh. év múlva biztosan lesz egy következő technológia, Igen. akár a fúzió, akár a napelem, akár mint a Dyson gömb, hogy az egész csillag energiáját itt, itt magunk javára fordítjuk. Tehát, tehát azért, azért, nem az van, hogy százezer év múlva is még ugyanazokat az atomerőműveket fogjuk használni. És ezért szerintem ez, ezen emiatt kevésbé kell aggódni. Mindig nagyon öröm olyas valakivel beszélgetni, aki nagyon nagy tudású a saját szakterületén, és azt imádja csinálni. Nagyon érdekfeszítő beszélgetés volt, úgyhogy köszönjük én szépen. Én csak Rokon szem miatt és, és tényleg együttőzés miatt nem teszem fel a maradék 49 kérdésemet, <laughs> viszont egyet még kénytelen vagyok, mert ezt mindenki megkapja. Kélek mondd el nekünk a legőszintébben, ahogy, ahogy gondolsz rá, hogy mit jelent neked a boldogság? Mit jelent a boldogság? Hát... Olyan állapotot, amikor nem aggódom semmi miatt, hogy mi fog történni, és um, elégedett vagyok azzal, ami van, és um, azok vesznek körül, akiket szeretek. Uh -huh. Azt hiszem, ezt jelentheti talán. Azt hittem, hogy még hozzáteszed, hogy azzal foglalkozod, amit szeretsz. Hát ez része ennek Igen, igen. Nem, nem aggódom amiatt. Ez igen. 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 Az nagyjából, nagyjából azért. azért Néha dolgozatokat kell javítani, de azt általában kiadom a diákoknak. De ezt ettől eltekintve, meg a pályázati írástól eltekintve, többnyire szerencsére azzal foglalkozom, amit szeretek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Márta, nagyon köszönjük. szépen köszönjük. Uh, hát, srácok, ez volt a Minden segít podcast 25. 6. adása, ne, már csinál. nem tudom. Ha uh, hogyha tetszik a műsor, akkor legyetek kedvesek feliratkozni, rég mondtuk be, illetve hogyha van kedvetek, akkor valamilyen formában, akár ötlettel, akár pénzzel, akár hogy legyetek kedvesek támogatni minket, hogy minél jobban, minél szórakozatobban, minél jobb vendégeket meghívva, minél jobb beszélgetéseket folytatva tudjuk ezt a műsort a továbbiakban is csinálni. Máté, még egyszer nagyon szépen köszönjük. Bármiféle kérdésetek van, akkor legyetek kedvesek valahogy megkeresni bennünket a szokásos platformokon. Igen, közvetlenül. É, így már írni a, a, az ajánlóba YouTube-ra, hogy hol lehet a vendégeinket megtalálni, úgyhogy ez egészen biztosan ott lesz, úgyhogy köszönjük. És szeretnénk megköszönni a Microsoft KFT-nek ezt a fantasztikus mikrofonparkot és a hozzánk tanúsított türelmet. Úgyhogy alig várjuk a legközelebbi belebeszélést. Mát, köszönjük én. szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.